2018-as év utolsó történelmi témájú előadásán itt a Ezerévi Kastélyban, és mivel az év elején nagy sikere volt Görgei Artúrról tartott előadásnak, ezért most nem azt mondom, hogy ismétünk, mert nem, a téma nem ugyanaz, tehát ott maga az ember volt a téma, itt viszont a téli hadjárat. Úgyhogy át is adom a szót Horváth Gábornak, és remélem, hogy a technika nem tréfál meg bennünket, és velünk marad, és úgy tudja az előadást megtartani, ahogy eltervezte. Hát igen, úgy látok, új év, új remények, vagy nem tudom, régi év, és úgy látok, hogy új remények valami. Minden esetre Görgei Artúr téli hadjárata lesz a szó, vagy a téma a mai előadásnak, és hát ez egy nagyon különleges előadás lesz abban a szempontból, hogy volt már, amikor általában képekkel szoktam kezdeni, és képekkel haladunk végig. Volt, hogy akkor inkább már kicsit filmek voltak meg inkább, most térkép leszek inkább. Szokták mondani, hogy egy történész egy ország térképével el tudja mondani annak a történelmét. Nyilvánvalóan az erős húzás, de kétségkívül vannak azért olyan dolgok, amik egy földrajzi helyzet meghatározza egy országnak a sorsát, meghatározza azt, hogy hogyha például bejelölnék Magyarország területén, hogy hol voltak jelentős csaták az országban, a ütközetek, majdnem mindig ugyanazok a területek jönnének ki. Az egyik ugye például, hogy itt is azért végig volt, Mérfő, Napóleon ellen 1848-1849 szintén voltak itt, igazán nagy csata nem is volt, de az ütközetek itt is voltak, Konolcói csata 1804-ben. Tehát tényleg vannak olyan ütközési pontok, amik meghatározzák azt, hogy az országot kibirtokolja. Magyarország ilyen szempontból a legfontosabb pontja az természetesen Buda és Pest. Hogyha megnézzük, hogy a török hódoltság meddig tart, addig tart, ameddig Buda a törökök kezén van gyakorlatilag. Persze egyes részeit azt még sikerül a törököknek is megtartani, de alapvetően azért vannak fontos pontok. Ugyanez a helyzet, hogyha megnézzük a térképet, tényleg Magyarországnál egy nagyon zárt földrajzi egységről van szó. Az, hogy nyugat felől, hol indíthatnak támadást az ország ellen, gyakorlatilag teljesen adott, végig ugye a Duna mentén. És a Duna az a mai napig egyébként meghatározó a térség szempontjából. Szoktam azt is mondani, hogy igazából, amikor Kárpát-medence közepén Magyarországon, addig földrajzi szempontból mi uraljuk Kárpát-medencét, az nem kétséges. Hiszen bármilyen is azt gondoljuk, hogy hegyi országokat nehezebb befoglalni, ez tény, de az is biztos, hogy azért hosszú távon a történelemben a gazdag országok, azok általában nem hegyi vidéki országok. Most 20. század ilyen szempontból nem hagyó, hogy csak Svájcra gondolunk. De a Svájc az azért tehette meg, mert nem abból él, hogy gazdálkodnak a hegyekben, vagyunk ennyire. Úgyhogy térképet fogunk nézni elsősorban, ennek ellenére azért lesznek képek is. És amire még fontos szerepet szálltam, azok a források. Több olyan levelet fogok idézni, olyan visszaemlékezést, ami visszaepít minket ebben a korszakban. És azt gondolom, hogy a történelemben a legjobbak mégiscsak a források. A régészek valószínűleg azt gondolják, de most egy másik történet. Mindenesetre az is egy jó, hogy kézzel fogható a dolgokat, de itt meg mégiscsak valakinek a fejében látható, valakinek a korabeli leírásait olvashatom el. 1848-49-ről rengeteg visszaemlékezés, napló, levelek maradtak fenn. Így sokkal könnyebben vissza tudunk elkülni ebbe a korszakba. Mondjuk a középkorban, hogy valamivel sokkal csekélyebb lehetőség van erre. Ugye így a Tokió te története címet adtam neki, ezt egyébként nem én találtam ki, ez egy levélből való, amit Görgei Artúr maga írt, és saját magára mondja ezt. Egyébként Lánér Björknek írta ezt a levelet. Kicsit később idézni fogom majd ezt a levelet, hogy mégis milyen nehézségekkel kellett szembenézni. Ott veszik fel a történet fonalát, általános iskolás, középiskolás tanulmányokból ez mindenkinek meg kell, hogy legyen, bízunk benne, hogy így van. Ugye elkezdődik a szabadságharc Jelasics támadása ellen a Pákóznál, a magyar csapatok elkezdik üldözni az országból, nem tudom, hogy vehemenciával a horvát csapatokat, és az ország határnál a magyar csapatok megállnak, majd október 30-án átlépik, vagy 27-28-án átlépik az osztrák és magyar határt. Elég komoly viták folyamán még úgy döntenek, hogy érdemes átlépni a határt, meg kell segíteni Bécset, hogyha lehet, az ő azt már most körülbelül mindig egy herceg csapataival szemben, de ez a magyar hadsereg mint egy olyan 30 000 főből áll, túl jól képzett katonák, zömében névfelkelők, akit
nem eléggé képzettek, és most is persze van olyan szinten, hogy igazából reális esélye legyen, hogy összevessük azzal, hogy mi az, ami ostromolja Bécset, az nagyjából egy 75-80 ezer fős Habsburg haderő, tehát igazából a felét sem érje el. Végig abba bíznak, hogy ugyanakkor, amikor a magyarság megindul Bécs felé, akkor bécsiek is kitörnek, és együtt talán sikereket lehet elérni. Ez nem válik való, ha a bécsiek nem támadják hátba ezeket a csapatokat, valószínűleg úgy lett volna igazából reális az esély, de minden esetre egy kísérletet úgy éreztek a magyarok vezetők, hogy megérjek. És ez a svédáti csatában csúcsosodott ki október 30-án, ami hát annak ellenére Kossuth jelentése meglehetősen optimisztikus volt, hogy a magyar csapatok hogy harcoltak Svehátnál. Kossuth azt írja az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz írt levelébe, hogy tulajdonképpen csak azért nem győztünk, mert a bécsiek nem támadták hátba őket, valójában csúfosan elfutottak a magyar seregek, az az igazság nagy részt. Kossuth ezt nem nagyon mehetem megírni, de az összes emlékirat, ami ott van, nagyon gyalázatos futásokról ír. A győri nemzetőrség a győri futott egészen Bécstől, gyakorlatilag egy lendülettel, és nem ők voltak az egyetlenek, hanem bizony egy-két ágyúgolyó becsapott ezek közé a népfelkelők közé. Meglátták, hogy egy társukkal mit művel, mondjuk egy ilyen teke, és utána hát nem akartak sokáig ott maradni, az biztos. És azért elég borzalmasak a korabeli háborúk is, nem csak a maiak. Tehát azért, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk egy 6 fontos ágyúnak a 3 kg-os tömör vasgolyója, hogyan tud egy fölálló zászlóhajba belecsapni, és mondjuk 15-20 embert egymás után elcsapni, az bizony elég nagy lelki erő kell, hogy aztán továbbra is ott álljanak ezek a csapatok, akik ehhez nem szoktak hozzá, nem edzettek, nem láttak még ilyet, az első puskaporba sem szagoltak még be, azok bizony ilyenkor elég gyorsan szedik a sátorfájukat és elmennek onnan. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a nemzetőr csapatok nem voltak erre felkészítve, a felszerelésük sokszor kiegyenesített kaszárból áll. Ami azért lássuk be nem túl jó, bár 19. század közepén sem, főleg, hogyha egy lényegesen jobban felszerelt ellenfélvel kell szembe állni, és mondjuk kaszával vagyok, ők megölőnek rám mondjuk ágyúval. Jó hangzat és nagyon hősies tud lenni egy ilyen állás, hogy ott nézzük és hogy elsütjük a bajtársainkat, hogy azért nem ez a realitás. Ilyenkor az ember fedezékbe akar húzódni, korszak hadseregeinél pedig ez nem így működik. Bizony ott kellett állni, hogyha az ember elolvassa a korabeli igazi nagy csatákat, amikor napoleoni háborúknak a leírásait. Ezek az alakulatok bizony oda voltak szögezve, egy-egy dombhátat tartaniuk kellett, ott kellett állni. Sorban rendeződve, vagy oszlopokban rendeződve, vagy szétszólt a balagzatba, de általában tömő balagzatban, és ezek elég jó célpontot adtak az ágyúknak. A korabeli ágyúkkal is el lehetett ölni 7-800 méterre, és ezeket a téglalapokat elég könnyen el lehetett találni. Ennek ellenére egyébként az egész szabadságharcos csatákban a legdöbbentőbb a relatíve kis veszteség. Ha például összevetjük a napóleoni háború csatáinak brutalitásával, mondjuk a osztrák és a magyar csapatok közötti csatáknak a brutalitását, viszont azt látjuk, hogy a legvéresebb szabadságharcos csatáinkban is általában 2000 ember volt a vesztesége mondjuk a második komárói csatánál a magyar seregnek. Ezt, hogyha összevetjük azzal, hogy mondjuk egy Waterloo-nál mennyi ember esett el, akkor igazából meglepően csökkenek ezek a veszteségek. Ez valószínűleg egyébként abban is áll, hogy nem voltak ezek a csapatok olyan tapasztaltak, és nagyon sokszor tudjuk, hogy a fűsbe és abban az izgatott állapokban meg voltak, hogy nem céloztak valami jól katonák. Nagyon sokszor előnek a fejek felett, teljesen máshol. Aki tudta, előtte az összejött, és onnantól kezdve már más volt a helyzet. Haladni fogunk, tehát Richard Don Quixote története. Először ott veszünk fel a fonalat, hogy október 30-án a magyarság visszavonult. Móga János, aki a hadsereg parancsnoka volt, leesik a lovára, és Kossuth amúgy sem bízott különösebben Mógába, mint régi császári királyi tisztbe, és egy úgy gondolja, hogy egy új vezér kell. Györgyei a sváti csata során bizonyított, jól vezette az ő csapatait, annak ellenére azok is elszaladtak, miután becsapott egy-két ágyúgolyó. De ő volt az, aki például a visszavonulást is fedezte. Kossuth egyébként is Györgyeit azért tette már Móga mellé, hogy ellenőrizze bizonyos szempontból. Már ott volt a zsebébe Görgélynek a tábornok a kinevezés, hogyha Móga felmondja az engedelmességet, akkor ő vegye át a csapatok parancsnokságát. Kossuth támogatja Görgélyt, ő nevezi ki gyakorlatilag Görgélyt ennek a hadseregnek a vezetőjét, és november 1-től 2-től már ő viszi ezeknek a csapatoknak a vezetését. És ő elvállalja. Ez fontos, ha a Görgély előadása februárra visszaemlékszünk, ott idéztem egyszer Lenin Westerburg Károlynak a
az emlékezését, hogy hogyan találkozott Görgeivel. Leír egy jelenetet, hogy Görgei mondta neki azt, hogy ő miért vállalta el a hadsereg vezetését, és azt mondta, hogy Görgei olyan úgy érzi magát mindig ilyen kritikus helyzetben, hogy egy fuldoklót látna a tóba, és ha azt látja, hogy valaki beugrik, akkor nem kívánja magának ezt a feladatot, hogy ő mentse meg, de ha senki nem ugrik be, mert senki, mindenki fél a feladattól, akkor ő fogja magát, és ő ugrik be, hogy megmentse az illetőt. Ugyanez volt a helyzet egyébként itt november 1-2-án. Kossuth több embernek is felajánlotta a hadvezéri posztot, nem fogadták el olyanok, akik régebbi tisztek voltak, mint Görgei, és akkor Görgeinek is odaadta a lehetőséget, hogy a korvezest a csapatot, azt mondta, hogy ő elvállalja. Nagyon nehéz terhet vett a vállára, rosszul felszerelt csapatok voltak. Ugyanak mutatok egy levelet, amiből mutatjuk, hogy mennyire rosszul felszerelt csapatokról volt szó sok esetben. Minden esetre egy kicsit belenézünk először, hogy hogy néz ki a főhadiszállás ebben az időben, novemberben. Görgei István így írja le azt a jelenetet, amikor először találkozott Görgei a testvérével, bátyával, Görgei Artúrral, Pozsonyban. Maga a front szakasz egyébként így nézett ki, ez a későbbi helyzet, amikor megindul a támadás. Tehát a magyar főség az egy nagyon hosszú vonalon védekezett, ez egyébként Kossuthnak az utasítása volt. Görgei eredetileg azt tervezte, hogy Mosonban, de elsősorban Győrbe vonja vissza a magyar csapatokat, mert itt a határszélen nem lehet csapatokat szervezni, hiszen állandóan ki vannak téve az ellenfél támadásának, és állandó őszolgálatot kell látni, ami bizony elfárasztja ezeket a csapatokat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ekkor már november van, azért a kinti táborozás novemberben a magyar hajlati viszonyok között már nem feltétlenül kellemes. Ha belegondolunk, a török hadjáratok is általában október 20-a után végig szoktak, véget szoktak élni, egész egyszerűen azért, mert utána már kint táborozni, az már a hadsereget eléggé demoralizálja. Görgei azt tervezte, hogy Győrig és Győr környékén fog majd védekezni, és itt szervezi új csapatokat. Itt megint a katonai, ez a katonai jel volt, hogy bizony nem lehet a határszélen csapatokat szervezni. Ütközött a politikaival, ugyanis Kossuth nem szerette volna a határ menti megyéket átadni az osztrákoknak azonnal, mert annak az előforrásait is fel akarta használni ezeknek a felszereléséhez. Tehát ütközött egy katonai és politikai vélemény, és Görgei ekkor még egyébként teljesen jól együttműködik Kossuthtal, és hajlik Kossuthnak az érveire, hogy ezeket a megyéket lehetőleg minél tovább tartani kell, mert addig újonc oszthatók ott, az ottani Sopronnak a Sopron várost is fel lehet használni a csapatok felszerelésére, az ottani kézműveseket, az ottani nyersanyagokat, amiket ezen a területen vannak, ki kell használni. Úgyhogy a magyar seregek és Soprontól itt végig a határ mentén egy óriási intig és a legyezője egy szétterülve végig az országhatárt. 8 landárból áll a hadsereg, Sopronban egy kisebb lovas különítmény állomásozik, Sétel Lajos vezetésével 200-at huszár és 200-ad a híres bécsi légionistákból, azok, akik a jóhai aranyemberébe is feltűnnek, ugye. És a főség pedig a Duna két oldalán, a Fertőtótól északra és Fertőtótól északra, illetve a Dunától északra, Pozsonytól északra állomásoznak. Ott egy 30 ezer fő. Nem lehet tudni, hogy Bündisgőc mikor nyitja meg a támadást. Görgei hálát ad az égnek, hogy nem azonnal, mert bizony, ha abban a pillanatban megindul egy támadás Magyarország ellen, hogy elfoglalta Bécset, akkor nem nagyon lett volna erő, ami igazából képes ellenállni. Még decemberben, amikor ténylegesen megindul a támadás, akkor sem nagyon képes a magyarság komoly ellenállást kifejteni. Novemberben ez ország még reménytelenebb lett volna. Kisebb mellék osztrák támadások is vannak. Azt azért el kell mondani, hogy az osztrák csapatok, mostantól osztrákra fogunk hívni őket, ez nem jelenti azt, hogy ezek mind osztrákok. Vannak benne lengyelek, vannak benne olaszok, vannak benne magyarok. Ezt a sokkal egy támadás, egy Petrosevics Horváth nevezetű ember vezeti, és az osztrák hadban is jelentős számban vannak magyar tisztek. Minden esetre elkövetik az osztrákok is azt a hibát, hogy nem egy nagy támadást indítanak Magyarország ellen, hanem sok kicsit. És ez egyébként nem szerencsés a részükről, hála Istennek nekünk. Minden esetben Görgei is eljéri ülekeznek, Kossuth, mint mondta, nem engedi meg, hogy hátrára mondják a csapatokat. Kossuth kardja, igazából ez Görgei kardja, hogyha valaki a Nagy Nemzeti Múzeumban van Görgeinek a kardját, azt láthatjuk, hogy szabjárokban szólnak el egy kardnak, mondták abban a korban is sokszor. Nagyon érdekes Görgeinek a szabjája, ezt már múltkor is mondtam, hogy Görgei súlyosan rövidlátó volt, és itt van egy kis karika, ez egy nagyító benne, ezen nézte a térképeket, hogyha csak ez volt nála. Úgyhogy ez a Görgeinek. Sajnos a másik ilyen nagy relikvia, ami Görgeitől volt eredetileg, az a Vörös Attila,
amit a második kovákba csatába vívott, és amivel a fejsebét kapta, sajnos a második világháború idején a harcokba elpusztult, úgyhogy az van nincs meg, de a kardja még megvan. Görgei lett a sejegnek a parancsnoka, most azokban nem tényleg tudom, hogy milyen forrásaink vannak. Annyi, hogy az életem és működésem Görgei emlékirataihoz ez mindenképpen a legfontosabb, illetve a testvérének 48-49-ből okiratok és ezek magyar élmények, benyomások okiratok és ezek magyarázata, ez egy Görgei István. Én Görgei István elég elfogult a testvérével szemben érthető okokból, de ez egy remek könyv, és rengeteg dokumentumot ott adtak ki először, ami Görgei hadjáratához kapcsolódik, és Görgei István saját emlékeit is ebbe beleírja, már pedig ekkor végig ott van a testvére mellett. Azért is érdekes az, hogy ő neki a leírása, amikor először ez a palota Pozsonyban, ez volt az érseknek a palotája, és itt volt a főhadiszállása a magyar seregnek novemberben, egész 16-án, amikor a magyar sereg majd megkezdi a visszavonulást. Ugyanazokban az asztaloknál dolgozik Görgei ezekre a napokba, ahol az áprilisi törvények voltak, áthozták a régi alsóház épületébe azokat az asztalokat, amiknél a parlamenti képviselők ültek korábban. Ugye akkor átköltözött a Budára, vagy Budapestre a magyar országgyűlés, de a korábbi pozsonyi országgyűléseknek a bútorzatát áthozták ide, és itt dolgozott az egész főhadiszállás. Később pedig hajnalban kezdtek ki az asztaloknál, így a lázárani kivégzéseket. Tehát meg volt ez, ha valaki Pozsonyban jár, ezt elég könnyű felfedezni ezt az épületet. Görgei István így írja le, amikor először belépett november 2-án ebbe az épületbe. Reggel korán volt, mikor ide először beléptem. A terem, amelyben benyíték, hemzsegett a napi parancsért jött számtalan segédvíztől. Köztünk járt kert, felhangolt tolva mondott németül, és közben egyenlet rendelkezett egy kis vaskos emberke rövidre nyílt paráltalan nagy fejjel, rövidre nyílt sűrű szakával, nagy sarkantyús kissé csápász lábszárakkal, bőven ötyögő huszár csulapéban, széles arany passzomátra. Ő Mérti Pille János Örmed volt a hadsereg karsegédje. Amoda túl a legtávolabbi ablakmélyedésben pillantom meg, éppen köpcsényből érkezett, őt éppen köpcsényből a tábornból érkeztem be, Artúr bátyának, közütézi szürke köpenyében, még azon volt korosan, mint előtte való nap, a Fisamenti trágyadombról reggelkeltünk volt. Mind a ketten a visszavonulás után, sehát után egy trágyadombon aludtak, ugyanis ugye azért a hadsereg főparancsnokának semmi át kényelem ilyen esetben. És valószínűleg azért így is kellemesebben aludt, mint a többi közkatona. Minden esetre onnan érkezett, és ebben a ruhában volt még aznap is. Csöndes beszélgetésben volt, az előttem ismeretlen magas rangú tisztel. Bátyám azt színe nagyon aggasztó volt, alig egy hete, hogy hagymázi hormont folytott el erővel magában. Szabadik tárgyakban, dandárjai kérén, most meg az utóbbi napok testi lelki erő megfeszítése, lóval való bukásának utófájdalmai, és a múlt éjek álmatlansága járultak hozzá, és nyomot hagytak az arcán. Most hoztak engedni számára, ezt is tanácskozás közben állam körté el, mi alatt körülötte a teremben egyre jött ment a sok ember, legtöbbje nem is sejté, hogy ez az egyszerű alak komiszkötenyben ott az adatlázói hadsereg parancsnok. Végre a vele érkező, vagy a vele értekező huszár törstész meghajtja magát, s megyen. De előlép a másik, utóbb egy harmadik, a negyedik, az ötödik, itt tart közel délig. Csak azután szólíthatok kezet vele a mellételemben, óriási vállalkozás szólt. De kiket az elnök megkínált a fővezénységgel, az öreget törzsisztek mind vonatkoztak tőle. Ugyanakkor mindjárt kijelentették, hogy készek alattam szolgálatra. Elvállaltam, az elnök kinevezett. Később folytatja, hogy végül sikerül aztán időt szakítani, gyere, vegyünk hamar egy fürdőt, elkél. Ki tudja, fürdhetünk én még sokat az életben, mondja a bátya. A pozsonyi napokat, ezt a lázas szervezést, a tiszti kar megtisztítását, az önkéntes és a néli nemzetről zászlóják átalakítása, rendes honvédé és betanítása, az éjjel-nappali szakadatlan munka, az óriási akadályok és kicsinyes akadékoskodások legyőzésének elfelejtetlen napjait nem lehet leírni, azokat élni kellett. Így kezdi el Görgei István az emlékképkezéseit ezekre az időszakra, és valóban iszonyatos munkát kellett elvégezni. Hogy milyen csapatok voltak például, most egy mérföldit fogunk idézni, Ekker Jánost. Ugyanis Győrben lakott, nyilvánvalóan látta azokat a nemzetőket, akik Győrben készültek fel, hogy Görgei alatt például harcoljanak. Hogy milyen szintűek voltak ezek a nemzetőr csapatok, és ezek a névfölkelők sokszor erről, hát elég érzékletes véleményt mond Ekker János. Azt mondja. A gyakorlóti ilyen Zicsiről is megjelent, ő volt egy új nemzetőr parancsnok, a később pedig egyébként Komárom várába adakozott, és Dandár parancsnok volt.
A gyakorló téren Zichy Örmel is megjelent, aki nemzetőrség 4., 5. és 6. századát is várta, de ezek nem jöttek el. A gyakorlatozás végén Zichy elrendelte, hogy a 3 század először egyenként, majd valamennyi együtt frontálisan a roham lépésben szúron szegezve árkon bokon át törve előre. Az első roham ilyen nyugbavágásnál megbotlottam és egyensúlyomat vesztettem, földre zuhantam, míg a többiek elvágtattak felettem. Utána később Zichy Otto nemzetőségünk parancsokkal napról napra cifrált parancsokat osztogat, és lehetetlen gyakorlatokat rendele. Neki János 60 éves egyébként. Tehát nyilvánvalóan nem abban az erőben van, hogy ezeket a csapatokat igazából be lehessen majd vetni. Zichy a nemzetőség parancsokkal napról napra cifrált parancsokat osztogat, lehetetlen gyakorlatokat rendele. Igazán érthetetlen, hogy foglalkozik a szállalmas demonstrációkkal, melyek köznevetségbe fulladnak. Nekünk akkor hőstestünkről a hazánk is beszámol. Felvonultak, de teljes késéssel. Ezek a csapatok nem tudtak ki, tehát reggel megmondtak, hogy 5 órára kell kivonulni, általában 7 óra, 8 óra, akkor már majdnem felkeltek, és csak utána indultak el. Ilyen csapatokkal nyilvánvalóan nem nagyon lehet komoly harctéren eredményeket produkálni. Érdemesekkel János naplóját olvasni. Egyébként mind Zichy Ottóval szemben, mind az itteni kormánybiztossal, Lukáccsal szemben igen ellenséges és gúnyos ekkel János, ezt azért hozzá kell tenni. De kétségtelen tény, hogy ezekkel a csapatokkal nem sok mindent lehetett kezdeni. A tisztikarban is problémák voltak, egyrészt nagyon sok volt az olyan tiszt, aki korábban, mondjuk egy évvel korábban még igazából még tiszt sem volt. Tehát mondjuk Görgény esetén is főhadnagy volt a legnagyobb posztja, most meg hirtelen egy hadseregen a parancsnoka. Ami jelzi, hogy itt nagyon gyorsan lehetett, hogy forradalmi helyzetekben, francia forradalom már se ez volt, van egy időszak, amikor nagyon gyorsan lehet ranglétrán lépegetni, mert egész egyszerűen az előtted lévők azok nem vállalják el a feladatot, vagy alkalmatlanak bizonyultak. A hazug hadseregnek az egyik jellemzője volt egyébként, hogy nagyon lassan lehetett haladni a rangfokozatokban. Egyébként az összes forradalmi hadseregnek jellemzője, általában új pasió volt, hogy valaki tiszteljen ezekben a hadseregben, főleg hogy el is mondjuk. Századosig el lehetett jutni egyszerűen benne, és általában utána szóval nagyon lelassultak ezek a felfelé lépelések a ranglétrán. Úgyhogy nagyon sokan a főhadnagyi posztnál Görgeny abba hagyták a katonáskodást, mert azt mondták, hogy nincs idejük 10 évig, hogy még egy-két posztot várjanak. Egy nagyon kevés olyan képzett katona volt, aki hadjáratokba vett részt már, nagyon kevés olyan katona volt, aki képes volt akár egy zászlóját is irányítani. Vissza fogunk térni Görgeny Istvánhoz. Kossuth és Görgeny együttműködése elég harmonikusan indul. De azonnal érkezik egy olyan levél. Görgeny egyébként jól látja a helyzetet, hogy az ország elég nagy veszélyben van, és hamarosan támadásra indulni ellene. És ugye mindig, amit tanultunk régen, hogy Görgeny diktatúrára vágyott, Görgenynek már november 11-i levelében a diktatúra szó fel is ötlik. Nem magára gondol. Azt mondja. Folyó hó, október 31-én a tisztelt honvédelmi bizottság elnöke által felszólítottam, hogy a feldunai magyar hadsereg parancsnokságát átvegyem. Átvettem azt is fel a kötelezettséget megtenni mindent, mi a mindenfelől veszélyeztetett hazának megmentésére közvetlen vagy közvetve szolgálat. Senki igaz hazáknak nem szabad eltagadni, hogy a veszély nagy, igen nagy, és hogy a fájdalom még nagyobban nőhet. Mindazon azon nemzetek történetírása, ki közel az egészethez, újra felküzdötték magukat a nemzeti létek azon fokára, mely biztos megmaradásnak a feltételeit foglalja magába, azt tanítja, hogy vannak percek, mindől minden hiszemű tekinteteknek meg kell szűnni, hogy a nagy egész meg legyen mentve. Tanítja továbbá, hogy egység nélkül az akaratban gondolni sem lehet a megmentésre, és tanítja végre, hogy ez az egység csak úgy eszközölhető, ha az egész nemzetnek, vagy legalább túlnyomó nagyobb részének bizodalma egy férfiúban találkozik, és a nemzet ez egyetlen férfiút, egy bizonyos meghatározott időre, szabad akaratából maga fölébe emelni, akaratának önként hódom. Fölszólítja Kossuthot, hogy legyen diktátor. Nem Görgeny saját magát, Kossuthot szólítja fel, hogy legyen diktátor. Teljesen világos a levélből. Azt írja, így volt ez eddig, így lesz továbbra is. Nem tudom hinni, hogy Magyarország kedvéért a világ folyása más király lesz. Igaza volt. Tehát ő már ekkor arra gondol, hogy egyébként Görgeny korábban azt is kifejti, hogy Buda és Pest az nem elég biztonságos a magyar kormánynak, át kell menni a Tiszán, és vagy Debrecenben, vagy Nagyváradra kell áttenni a főváros helyét, vagy az országgyűlés helyét. Utólag ismét azt kell mondanunk, hogy nagyon előre látta a helyzetet. Ugye majd amikor megint az osztrák támadás, a magyarsággal képtelenek szembeállni ezzel a támadással, így Budát ki kell ülíteni. Viszont így kapkodva.
Novemberben még meg lehetett volna szépen nyugodtan mindent elhúzolnak Budapestről, felállítani hadianyaggyárakat ott, ahol később amúgy is felállítják majd őket, és nem kapkodva kell átrolni az ország egyik feléből a másikba, amit később ez bekövetkezik. Tehát Görgény nagyon előrelátó volt ilyen szempontból. A hadsereggel kapcsolatban egyébként, Görgény és Kossuth között azért komoly ellentétek voltak, ez lassan ez kijön majd. Görgény például azt szeretné, hogy ha bíznak benne, akkor hadd nevezze ki a hadsereg fontosabb posztjára azokat az embereket, akik erre alkalmasak. Kossuthék ezt megtiltják a katonai diktatúrához vezet, és csak századosra, amíg megengedik ezt egyébként a fővezérnek, a fölöttieket ők követnek, hogy ők nevezhessék ki a hadsereg parancsnokat. Ebből egyébként már az első napoktól problémák vannak. Kossuth kinevezi Gulyón Mihálynak, igazából Richard Gulyón, aki angol származású ember volt, nem magyar volt, Gulyón Mihály, annak ellenére, amit néha hiszünk. Kicsit kalandó jellege volt, később a szabadságharc után a török hadseregbe áll, és Kusik Pasa néven ténykedik a krimi háborúba, de ez már egy másik történet. Szóval Richard Gulyón kinevezi, hogy elfogjanak egy betörő csapatot az országba, de Gulyón ezt elszólja. Gulyón egy nagyon bátor ember, igazi jó katona, de hadvezérnek nem jó. Ezt nagyon hamar kiderül. Görgény azonnal megpróbálja félretenni Gulyón, de mert Kossuth maga nevezte ki annak idején, azért nem olyan egyszerű a dolog, és így gyakorlatilag egészen a tavaszi hadjáratig Görgény hadseregében ott van egy olyan dandár vagy hadosztályparancsnok, akiben igazából Görgény nem bízik. És több-kevesebb okkal. Majd még lesz olyan, ahol Gulyónnal találkozunk. Fontos pont. De Kossuth és Görgény között több ellentét is lassan-lassan azért felgyülemlik, hogy az egyes dolgokról más gondolnak. Ilyen például a nemzetérők helyzete. Kossuth azt szerette volna, hogy ez a hadsereg minél nagyobb, ez érthető, ellentétben azzal, amit a Hollywood sugall, általában az a hadsereg győz, amely túlerőben van. A történelem nagy része abból áll, hogy a történelemben a túlerő legyőzi a kisebb falakat. Ez már csak ilyen, akárhogy is nézzük, hogyha egy emberre kettő jut, akkor ritkán szokott az egy győzni. De az is kény, hogy azért nem mindegy, hogy ezek a katonák milyen minőségűek, és Görgény annak a pártján áll, hogy ezeket a félkatonai csoportok, ezeket küldjék inkább haza, a fegyvert vegyék el tőlük, és adják oda a honvéd csapatoknak, akik hivatásos katonák lesznek majd. Ugyanis ezek a népfelkelők, ezek olyanok, hogy mondjuk 8 hétre szerződtek katonára. Most nyilvánvalóan az, hogy ezeknek a csapatoknak odaadják a puskát, felszerelik őket, majd 8 hét múlva hazamennek, ez nem egy túl gazdaságos hosszú távon ez az ország szempontjából. Sokkal jobb, hogyha ezt a felszerel, és mindjárt egy olyan katona kapja, aki a háború végéig szerződik, vagy addig, ameddig szükség van rá. Nem fog praktikus. Úgyhogy Kossuth igyekszik aztán átnevezni, hogy a nemzetőröket átnevezik honvédnek, és akkor már is volt, hogyha reguláris csapatok lennének, de igazából lássuk, hogy ez sem egy jó megoldás. És ráadásul a nemzetőrségeknek és a népfölkelő csapatoknak volt az megvolt az utolsó, hogy ők maguk választották a tisztjeiket. És Görgény azonnal el is kezdi mondani, hogy gondoljuk csak bele, olyanok lesznek a tisztek, akik a saját legénységüknek a legkötelezettjei. Tehát hogyan fognak engedelmeskedni annak a tisztnek, akiket mi választunk gyakorlatilag. Jó, ez a demokráciára, mint hogyha már kicsit ilyen, ugyanez meg lenne, de ott mégis más a helyzet, egy katonai szervezet az nem demokratikus. Az a hadsereg, amelyik elkezd demokratikus lenni, az nem lesz működőképes, ez nyilvánvaló. Nem lehet megszavaztatni, hogy most háborúba akar menni, vagy nem. Nyilvánvalóan a többség nem akar meghalni feltétlenül. Úgyhogy minden esetben több ilyen ellentét is volt. Nagyon jó történet egyébként, hogy a kettő mentalitás mennyire más. Kossuth egyébként végig a szabadságharc alatt olyan emberekkel volt körbevéve, akik nem voltak feltétlenül jó hatással rá. És nem volt jó emberismerő. Amikor elhagyja Kossuth Magyarországot és Törökországba megy, gyakorlatilag az egész környezetében Habsburg besugók vannak. Egyébként ez is egy nagyon jó mutatja, hogy mennyire nem volt jó emberismerő. De a másik az, hogy mennyire más emberekről van szó, mennyire másként gondolkodtak. Egy tavaszi hadjárat során van egy eset, amikor Kossuth és Görgény találkoznak, és már este felé van, megbeszélik a dolgaikat, Kossuth lefekszik aludni, Görgény meg hát már nem tud visszamenni a csapatokhoz, úgyhogy az ajtajánál Kossuthnak lefekszik a padlóra és elalszik. És másnap Görgény, vagy Kossuth kell fel, és azt látja, hogy Görgény ott fekszik a padlón előtte, mire Kossuth megköszöni Görgénynek, hogy így vigyázott rá. Görgény teljesen elálló, hogy mit gondol, hogy a kutyája, akit vigyázzál, nem itt tudott elaludni, mert itt volt neki ideje és helye rá. Ennyi. De teljesen más mentalitásban a két szemén. És Görgény aztán később ezt a történetet többször is mesélte, amiből aztán mindenki jól kinevette Kossuthot. Tehát, hogy mennyire másként gondolkodik, mint egy katona, aki csak ott lefekszik. Görgény bárhol el tudott aludni ezt, és mindenki leírja a kortársak közül. Tehát teljesen más típusú ember. A másik, aki
miután Kossuth elhagyta ezt a tábort, mert csak egy hétig volt ott, ez visszament az országgyűléshez, hogy elhagyja az országnak a védelmét, és el kell mondani azt, hogy ezt alapvetően nagyon jól csináltak, de az is kétségtelen, hogy nem mindig értette meg a katonai és a politikai helyzetek közti különbséget, márpedig ekkor már egyértelműen majd a katonai helyzet lesz a probléma. Ez Csányi, az a segéd, aki ott van mellette, Csányi László lesz az, aki segíti Kossuthnak a munkáját, mint kormánybiztos. Azonnal egymásra hangolódnak egyébként, nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttük. Csányi gyakorlatilag az egyik olyan személy, aki mindenkire ezt a jó benyomást tesz. Egyébként tőnek is a régi mentalitását mutatja, hogy amikor beteszik a fegyvert a csapatok világosnál, akkor Görgei mondja neki, hogy meneküljön, mert hát neki biztos, hogy nem lesz kegyelem. Azt mondta, hogy ez már öreg, ha már külföldön már nem tud segíteni a hazának, itt még talán annyit segíthet, hogy megadja magát, és talán valaki másnak az életét ezzel megmenti, úgyhogy Csányi átadja magát gyakorlatilag az osztályoknak, és ki is végzik. Tényleg tipikus fejvárás, mert azt mondja, hogy nem akarom ezen az országon kívül élni. Ilyen is volt. Úgyhogy ők nagyon jól egymásra találnak, és egyébként szinte az apjaként kezelik Görgei végig Csányit. Egy később aztán Bemmek is a kormánybiztosa lesz. A csapatokról. Ugye, hogy álltak fel. Azért is érdemes egyébként, most végignézzük, itt az a határ, ugye a Morva folyó, itt a, ugye ez itt konkrétan a határ és folyó, a Morva, nem egy nagy folyó, de azért mégiscsak akadály. A Dunától délre viszont nincs ilyen, itt a Fertőtó és a Pozsony között és a Duna között sűrűsödnek a magyar csapatok elsősorban. Itt van egy szoros, amit oldódik Kálmán, ezek a dandárok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dandár, és egy kis különítményezős réten Lajos, aki sok pont védi. És az osztálycsapatok pedig hát mindegyik oldalról igyekeznek majd betölni december 16-án az ország. Még a hadseregről mindenképpen azt mondja, hogy egy pár dolgot. Minden esetre így mutatja a parancsokat, oldódik Kálmán. Azt kell tudni később, amikor megindul a támadás, hogy beszabadul Lipótvárba. Lipótvárra még vissza fogunk térni. Osztolányi Móvicző majd Komárom várába szorul be, és annak a védelmébe hadosztály parancsnok lesz később. Újabb Vihárban már volt szó. Aulik Lajos, azt hiszem az ő neve azért mindenkinek ismerős. Azért is szeretném azt így végigben egyébként Görgei hadjáratait, hogy találkozunk ezekkel a aranyi vértanúkkal például. Mert őszintén szóval nagyon keveset tudunk. Az átlagokban nagyon keveset tud arról, hogy ezek a aranyi vértanúk hogy kerültek aranyhoz. Ahol is egyébként ebben az időben ezredes, a második gyalogezrednek az ezredese és parancsnoka. Erről a gyalogezredből például azt kell tudni, hogy az egyik zászlóaljában, amiben 6 század van, amikor ide felvezénik a szerbektől, felvezénik az északi hadsereghez, a feldunai hadsereghez, az egész tisztikar 1-1-25 tiszt egyben lemond. Fogja magát, azt mondták, hogy a szerbek ellen harcolnak, mert a királyhoz kötetődik, de a császári csapatok ellen nem fognak harcolni, mert összeérkezik az esküjük, amit a császárra tettek, és az országra tett esküjük. Ugye most hogyan jönnek ki egy olyan helyzetből, amikor a két esküjük egymással szembe megy. Az egész tisztikkal lemond. Ahol is marad az ezer parancsnoka. A zászlóaljnak, amit fölrendeltek, minden tisztje lemond. Az első számú parancsnoka, így a zászlóaljnak egy százados, egy 8 százados lesz. Nincs olyan nagyja, nincsenek századosai. Elképesztő helyzet van egyébként sok szempontból, amikor november decemberben az alakulatok részének a vezetője lemond. Ahol itt lesz, ahol is ezeknek a csapatoknak a visszavonulását vezeti majd le. Görgei nagyon bízik Aulikba, az egész tavaszi hadjáratig szolgál Görgei alatt Aulik, előbb hadosztály, előbb dandár hadosztály, majd hat testparancsnokként is, mindegyik megállja a helyét. Nagyon higgadt ember, aki ő a katona, nincs felesége. Végig harcolja a szabadság, tipikus katona, egy üdít tudományos ember, aki így fogja az egész katonai életet, nagyon higgadt, viszont az egészsége már nem jó. Azért is mondta majd a tavaszi hadjárat végén, és ő már nem vezet csapatokat, ő lesz a hadügyminiszter Görgei lemondása után. Ő a harmadik hadügyminiszter a szabadságharcunk alatt, és az utolsó, és az egyetlen, akik ki is végeznek. Taul is mindenképpen egy kulcsfigura. Görgei Kornél, Görgeinek az öcse. Ja, azt mondtam, Görgeinek a bár. Az öccse az egyébként Görgei István. Görgei Kornél, ő huszár tisztetben az időszakban. Tudni kell, hogy Görgeiek közül öten vannak testvérek, és abban négyen a honvédségben harcolnak, egy pedig Bécsben van, mint diplomata. Tehát itt is az ugyanaz, mint a kőszívű ember fiaiban, ugye ezért fölmerülnek ezek a dolgok, hogy megosztanak a családok. Minden esetben Görgei Kornél, ez egyik dandárparancsnok. Szegedi Imre.
ő, amint elkezdődik a visszavonulás, lemond. Zincs riport, ő, amint elkezdődik a visszavonulás, lemond. Kardinál Ferdinánd, amint elkezdődik a visszavonulás, lemond. Tehát egymás után mondanak le majd az a dandárt parancsnokok. Kardinál dandájának a huszártisztje bizonyos Pölterberg elnök. Ő neki a neve is ismerős kell, hogy legyen. Nem kell milyen figura. Egyébként Kossuthék egyszer már ki is húgták Pölterberget a hadseregtől. Pölterberg bécsi. Nem bíznak benne. És amikor az ellen szavaz, hogy a Svehati csata előtt átkeljenek Ausztriába a magyar seregek, Pölterberg arra szavaz, hogy nem menjünk át Ausztriába. És ettől kezdve őt negligálják, és össze ki is húgják. Majd kérdésre visszaveszik, és alezredessé nevezik ki. Nagyon kemény katona Pölterberg, majd még őre is visszafogunk tenni. Szóval azért elkezdenek majd kialakulni a dolgok, de azért még vissza kell térnünk erre a hadseregre, hogy mégis milyen vezetői voltak. Az ordódi dandárjának eredetileg egy bárcai nevezető volt, nem volt tábornok akkor még, egy ezredes volt a vezetője, mindjárt elolvasom, hogy mögé ilyen leveleket küld neki. Elég fájdalmas. Ordódihoz is írt egy levelet, azt mondja, hogy mennyire rajt kellett venni Görgeinek minden parancsokban, hogy mindenkit figyelemmel kísérje. Ordódinak ír még egyet dandárparancsnokként. Nádasra, azt írja Görgei neki. Minden ellenséges küldetésnek a célja az ellenségnek lehető legnagyobb kárt okozni. Önnek azon kívül külön rendeltesítése a nádasra szoros védelem. Ha ez a két cél összeegyeztető, cselekedjék önbelátása szerint, és ne kérdezzen sokat. Igen. Az ausztriai hadsereg annyi csatáját nem vesztette volna el, hogyha a külön hadvezéreknek szabad kezét hagytak volna cselekedni meggyőződésük szerint. Ön van a helyszínen, ismeri az ellenség helyzetét és erejét, ismeri a tér fekvését. Ne várja tőlem, hogy én, aki egyiket sem ismerem, az íróasztal mellől, amelyhez le vagyok szögezve, önnek részletes diszpozíciókat osztogassak 6 mérföld távolságról. 6 mérföld itt oszták, mérföld, ez 42 km, ha átszállom, ez a 92. Tehát elég messze van, azt mondja. Dandája azon meggyőződéssel bizatott az ön kezére, hogy annak hasznát tudja venni. Ha hivatást érez hozzá, átson az ellenségnek. Ha csak azzal is, kisebbülővel embertelenül alanyúroztatja. Albert vezérkari ezredes illetőleg. Én a vezérkaromtól igen gyakran tanácsot nem csak elfogadok, hanem kérek. Anélkül, hogy eszembe jut akár nehezten érte, akár a felelősségtől szabadkozni. Ha ő elismeri, hogy Albert 120 vezérkari állásánál fogva önnek tanácsot adni képes, fogadja azt el megítélése szerint, és feleljen, mint Dandár parancsnok róla. Tartsa azonban szem előtt azon felelősséget is, mely önt azon mulasztásért nyomni fogja, ha vezérkari tisztjének helyes tanácsát megvetve, erejének nem vette volna azon hasznát, melyet vehetett volna. Szakmári jelentésének elősorban az nem érdekes. Ennyi, a másik levélre fogunk átkérni. Mutatja, hogy a Görgei milyen elképzelései van a hadrendben. Hogy egy Ordódi itt van, tehát ő van tényleg Görgeitől, aki itt van Pozsonyban a legmesszebb gyakorlatilag, hogy oda nem fog parancsokat üldözni, tegye azt a feladatot, amivel ők megbízták. Ha alkalmasság csinálja, ha nem alkalmasság, akkor hagyja ott. És azért ez a mentalitás egyébként Görgeinek végig ott van a leveleiben. Bárcai Görnagynak egy másik levele. Bárcai egy kis különítményt kapott a Vág völgyébe, hogy ott az szlovák, ugye, akkor felkelőket tartsa szemmel. Ám az történt, hogy... Ja nem, ez még ott van. Most már mégis azt kezdem, azt nem tartják ide vissza, ha már elkezdtem. Az történt ugyanis, hogy egy kormánybiztos jött Kossuth megbízásából, és az elkezdett rendelkezni ezekkel a csapatokkal, holott nyilvánvaló, hogy egy polgári biztos nem parancsolhat a hadsereggel. Tehát nem az lett volna a feladata ennek a katonának, ami Jani Körnagyból van szó, Bárcai, ez a következő lesz már. Jani Körnagyból van szó, kiküldték egy kis csapattal, azt mondja, és a kormánybiztosnak odaadta a csapatait, amikkel neki a feladatát kellett volna ellátni, mert a kormánybiztos rászólt, hogy veszélyben van. Azt mondja. Én önt, mint önálló parancsnokot úgy küldtem ki a feladat keresztülvitelére vége, mint önálló parancsnokot. Hozzá adtam önnek két gyalogszázadot és egy 120-át. Később aztán még egy zászlaj. Miután oldalon, nem tudok más hozzáadni, ön való kormánybiztos úrnak egy teljesen alaptalan fenyegető levele által kiengedte magát hozatni a sorjából, és feladta egészen azon unálóságát, melyen én önt, mint kiküldött parancsnokot felruháztam. Melyik parancsal helyeztem én önt való kormánybiztos parancsnoksága alá? Hogyan tudja ő most azt a bizonyos megbízást teljesíteni, miután magát minden fegyveresetől megfosztotta? Ki jogosította fel önt,
miután egy erős zászlóját adtam a rendelkezésére, hogy még azon felül nálasós csapatokat várjon. Mely napra lettek önnek nálasó csapatok ígérve? Szabad önnek útparancsnoknak kombinációiban olyan csapatokkal is számítani, melyekre nézve ön nem exponálhat? Én azért neveztem ki önt a vágybőgyébe kiküldő csapatnak parancsnokának, hogy alkalmat szolgáltassak önnek arra, hogy magát az ingadozás szemmelhányásától, melyre ön már okot adott, tisztázhassa. Önnek az utolsó jelentéséből azt látom, hogy ugyanaz az elhatározatlan ember a vágybőgyében ki volt Komáromban. Négy ágyút rendelek önnek a keze alá, és ez ön zavarba hozza, és ön ennek az ezeknek az ágyúknak a célját tudakolja. E kérdés megérdemelni azt a feleletet, hogy azokkal az ellenség előjön. Hát igen, ez innen teljesen mindegy. Másik esetben az történt például, hogy egyébként érdekes maga az időpont is, december 9-e, egy héttel a táposztár támadás előtt, hogy Bárcai Dandárába kapott egy új alakulatot, és ők voltak az őrszolgálat, ők figyeltek arra, hogy az ellenfél ne lepje meg a csapatokat. Görgeinek meg szokása volt, hogy nem ellenőrizni az őrségeket. És hát kiderült, hogy bizony az őrség nem volt a helyén. Azt mondja, éjjel, ezt írja a Bárcai a Görgei. Visszajössz? Oké. Akkor csak visszakanyagtam. Éjjel felköltött egy úr a polgári rendből, azt jelenti, hogy már fél óra óta erős lövöldözést hallani Farkaskölt tájáról. Ez 2,5 órakor volt hajnalban. Kilóban voltam végére járni, mi lehet az oka, és erről miért nem kaptam jelentést Bárcai Dandától. Sem a Dandár parancsnokot, sem az őrnagyot, aki a őrséget vezette, nem lehettem az állomását. Készültséget sem találtam, végre találtam egy tiszti posztot, tisztje nélkül, tehát vezénő nélkül. A legidősebb altiszt is hiányzott, és az utána való egészen elcsodálkozott, mikor tőlem értette meg, hogy valamennyi följebb valója a távolétében ő a parancsnok. A tiszt Benekovics főhadnagy a tolnai zászlói első századástól elhagyta a helyét, és több száz lépésnél hátra végül házban alva találtatott. A legidősebb altiszt hihetőleg főhadnagyának ezen épületes példáját nagyon követésen jött volna találta, mert ennek tartózkodási helyét a legénység sem tudta megmondani. Azon kérdésem, hogy kicsoda és hányszor vizsgálta meg az előrsöket, azt a feleletet kaptam, hogy soha senki. Én egy fiatal hadsereget vezénylek, melynek legnagyobb része újonc. Számos tisztet sem kivéve. Ezért azoknak tökéletlensége, szolgálatbeli gyalogsága iránt elnézéssel kell, hogy viseltessen, mert a túlságos szigorral többet rontanék, mint sem használom. De vannak ezen hadseregben dohadált parancsnokaim, kiknek nevei elsőrendű jó hangzással bírnak. Valahányszor hadsereg főtámaszai említetnek, azok közül sohasem hiányzott a Bárcai név. Ez feljogosított azt hinni, hogy a pozsonyi hitfőt a legjobb kezekre bízta. A mai egy látogatáson ezen hitemet megrendítette. Itt az elnézés több lenne a gyengeségre. Lassú, de bizonyos veszélyeztetése lenne egy jó ügynek, melyet, mint szabad ember, mint hazafi, és mint katona háromszorosan helytállni vállalkoztak, mikor ezen hadsereg vezéletét átvettem. Én tehát a legnagyobb komolysággal hittem önt kötelességének legszigorúbb teljesítésére. Komolyan arra figyelmeztetem, miként gyakran a kötelességnek egy látszólag jelentéktelen megszerelése az ellenség előtti szolgálatban elegendő arra, hogy egy szerkőtelen mutat maradandóan beszélnyezze. Figyelmeztetem ön kiváltként arra, miként éppen ön általánosan elismert buzgósága és jó ügy melletti, és önnek sokszor bebizonyított szolgálatismerete feljogosítanak többet várni öntől, mint másoktól. Jól tudom, hogy a tolnája csak most lettek beosztva az ön dandájába, de éppen ezért kötelessége lett volna önnek ezen zászlóját különösen szemmel tartani. Aki itt tudjuk parancsolni, az foglalkozik, ezt be kell látni. Tehát elképesztően kikulagoló Görgei, ez tény és való. Minden esetben mutatja, hogy mennyire nehéz volt a helyzete, hogy milyen csapatokat vett át, és hogy például milyen hiányokkal küzdött. Hat zászlóalj. Durván 8000 emberről van szó, milyen hiányokkal küzdött november 15-én, egy hónappal az osztrák támadás előtt, és később se sokkal jobb volt a helyzet. 8000 emberből 1699-nek nem volt puskája, 6600-nak hiányzott az Attilája, tehát a ruhája, az egyen ruhája, 5828-nak nem volt patrontáskája, amiben a lőszert vigyett. 3608-nak nem volt mellénye, 7624-nek csákója, 5848-nak szuhartok a szíjastól, a szuhart ilyen adzagot tartották a katonák magukon.
10532 pálfehérruha hiányzott, kettő játék katonának, tehát ez azt jelenti, hogy elvileg a 8000 embernek mint 16000 kellett volna a fehér neműből is volt, és így 10500 hiányzott. 6320 volt jó, ez a hátizsák gyakorlatilag. 3000 köpen hiányzott, 7320 keszkű és 3500 bakancs. Télen, november 15-e. Ilyen hiányokkal között a hadsereg. Tehát bármennyire is próbálták mostanában látni ezeket a csapatokat, ez nyilvánvalóan ugye nem sikerült. És tényleg olyan helyzetek kerültek elő, hogy a népfelkelők, akik egyébként ugye mondtam, igyekeztek jól felszerelni még az első időszakban, azok a puskájukkal egész egyszerűen hazamentek, amikor lejárt a szolgálati idejük, és a puska nem volt ott. A honvéd csapatok meg ott álltak puska nélkül. Tehát Görgei megpróbálta a csapatokat egybeterelni, lefegyőzni a népfelkelőket, majd a puskájukat átadni a honvédeknek. Megpróbálták keresztül vinni több kevesebb sikerrel, de nagyon sok esetben ez nem sikerült. Például amikor elfogták Ozonánál a horvátoknak a 10.000 főnyi, nem volt, mondjuk 9.000 főnyi oszlopát, azokat lefegyverezték a puskákat. Mire észbe kaptak volna a parancsnokok, az emberek elhordták a fegyvereket, és valami lehetett összeszedni belőlük párnak, pedig 10.000 emberből 10 jó zászlajat föl lehetett volna szerelni. Később aztán percet le is cseszte, és hogy csúnya szóval élve, Kossuth, vagy miért nem törődött a fegyverekkel azonnal. Úgyhogy ezekkel a csapatokkal nem volt könnyű harcolni eleinte. Nem véletlen, hogy amikor megindult támadás, akkor nem az az első, hogy... Ezért mutatom például... Lányegyben ugye az egyik legfontosabb ember volt olyan szempontból, hogy ő volt a hadi anyaggyártásnak a hagya. Ugye még egy ismerős névünk az aradiak közül. Ő például nem csak a téli szolgálatokért volt olyan fontos, és nem azért végezték ki, hanem azért, mert a hadi anyaggyártást ő koordinálta. Azt, hogy a magyar honvédsereg tavaszra képes lett szembeszállni az osztrák haderővel, jelentős részben nekik köszönhető. Van Görgeinek egy levele, amit egyébként ő hozzáír, és ezt is igyekeztem. Édes barátom, egyébként nagyon jó voltak. Ha én már az apákhoz gyülekeztem, a te kezed pedig még nem rothad a földben, ülj neki és írd meg az ifjabb Don Quixote történetét, bennem készülsére találsz a regényen. Aki még nem látott forradalmi hadsereget, zarándokoljon ide a táborokba. Van itt fővezér, táborkarral és kísérlettel, de senki sem idősebb 40 évesnél. Vannak itt katonák is, de aki igazi katona köztük, az pirulni kénytelen bajtársai miatt. Parancsolni itt annyi, mint nevetségessé válni. Feddést impertinenciának, a fenyítés zsarnokságnak kiáltják ki. Ezért így gondolkodtam együgyű eszemmel. Megszoksz vagy megszöksz. Serkegettem a semmi valókat, tudnélik, hagyom nem dövettem őket. A kolera is segít, és ha az ellenség is megteszi a magáit, megeshetik, hogy a trionak hamar vége lesz. De nem értem az osztrákokat. Legalább még egyszer annyi katonája van, mint nekem, jól kiképzett, jól felszerelt csapatok, és ő még sem támad. Vagy ez is csak forté, és az a szándéka, hogy kétlenség által tegyen tönkre minket? Nem hihetem. És a jó magyar szóval félelmet szimatalok benne. Annál jobb nekünk. Cirkáló jegyet csak a huszárok után kérdezősködnek. Első dolgom az lesz, hogy ezután a honvédeket is megemlegessék. Ezek a gyerekek még nem igen szeretnek rohanba menni, ha csak nincsen minden zsebünkben egy-egy ágyú. Sárvási rögtön hallom egy-egy huszár. Csak türelem. A hidegvedés igazlánunk rendszerint tovább szokott tartani, végtére is majd csak elmarad. Azt remélem, még a tavasz előtt, tudnék, ha megérjük, akkor aztán örülhetsz, hogy a sárvosság mind is jelasíts és kurván. Ágyú annyiban már, hogy sertős ízlathatok vele. Kossuth minden segélyen ágyúkat küldözgetett Görgeihez, mert azt gondolta, hogy ez nagyon jól néz ki, és tényleg a népfelkelő csapatok nagyon szerették, ha ágyú van minden zsebükbe, ahogy írta Görgei. Az volt már baj, hogy nem volt ló, ami húzza őket. Tehát elkezdtek Görgei visszaküldeni az ágyúkat, ló nélkül, mert nem tudott, hogy mit kezdeni. Ágyú annyiban már, hogy sertős ízlathatnék velük. Éppen hallítam Kossuthnak, hogy ne küldjön többet. Nem bízom az önkéntesekben, eltalálnak eblábolni, és engem az ágyúimban együtt szépen cserben hagynak. Hanem a nőkupak elfogyott, és alkalmas sincs, neked sincs. Ez lesz csak a cipő dolog. Ha már, hát már éppen semmi készletünk nincsen, mert a nőkupak volt, az a puskákhoz való, ugye korábban kovás puskák voltak, ekkor már egy ilyen csappantyút kellett beletenni, és az volt, amiben nyújtotta a lövést. Gondolom szerinted is végül kovás puska még mindig többet ér a nőkupakosnál, nőkupak nélkül. Ha az ászkeret tartsak urat nőkupakot kérnek, következetesen azt jelentem. Örülök, hogy nincs. Célba úgyse találtok, menjetek szugornyal. A levele egyébként, Görgei levele egy baromi szórakoztató. Aki ő maga azt írta ebből a korszakból,
hogy nem bírta jól a magyar nyelvet. Jó, vannak használt külföldi szavakat, azt hiszem, az felolvasásokból érthető, de akkor a korban mindenki. Nagyon szórakoztató a mögébe vele, egy igazi cinikus személy. Tényleg, és el lehet képzelni azokat a katonatiszteket, akik mondják, hogy akkor hát ők kubak kéne az puskát, és akkor mondja nekik, hogy menjetek szóval. Ez is egy megoldás. Kicsit túl olcsóbb. Itt a hadseregből mutatok képeket, hogy milyen felszerelések voltak. Mondom, ezek a Sorgi Győzőnek vannak könyvei, amikben bemutatja például, hogy hogyan néztek ki a katonák ebből a korszakból. Mondom, ezek nagyon idealizált rajzok sokszor. Tudjuk, hogy milyen leírások voltak, hogy milyennek kell lenni az egy ilyen ruhának. De ahogy a hiányokból mutattam, bizony ezek az alakulatok nem mindig voltak egyszínűek. Úgyhogy mindenféle csoportok voltak. Nemzetőröket lehet látni. Egy nemzetőr, akiről nemrég került elő egy daguerrotípia, valószínűleg 1848-49-ben készült ez az akkori fotó egy nemzetőrről. Nem tudjuk, hogy ki az illető. Egy Kornél. Ugye ez a normál eset, de a honvédségi egyenruha ebben a korban az volt, hogy egy barna, kávébarna attillát kaptak ezek a katonák. Kávébarna volt az egyenruha és a nadrág az meg kék. Mondjuk ez épp egy vörös sipkást idéz. Ugye mondtam, hogy csákók is olyan óriási hiány volt. A legtöbb katona egyébként nem is kapott az egész szabadságharc alatt sokszor csákót, hanem ezt a tábori sapkát hordták, ami... Tehát például azért tette a honvédségnek kávébarna egyenruhájára, azért mert átszázni akarták magukat a földön húzva, hanem mert abból volt a legtöbb a raktárban, a tüzérségi alakulatot használták a császárságban egyébként a barna egyenruhát. Úgyhogy egész életen abból volt a legtöbb a raktárban, ezért lett ez. Olyan ezek a kajúvány őrségesei, akik azért lettek őrségesek, mert országosok azt használták Argentinában, és abból volt sok. Itt semmi olyan, ami a vietnamiaknál látszik, vagy mint a spártaiaknál, hanem ilyen egyszerű dolog. Ráadásul voltak ugye a huszárok, az kétségkívül bőgés segélyben a huszárok voltak a legrutinosabb, legtapasztaltabb katonák. Sokszor megszabadták az osztrákokat érő járatokon, úgyhogy nem véletlenül tartottak a legjobban is ugye a huszároktól. Később a honvédeket is megtanulták emlegetni, ez is tényes való. De ekkor még azért ez nem ment olyan könnyen. Zichy Lipót, ő is az egyik dandárparancsnok volt, aki aztán később lemond. Az ő helyzete nagyon speciális, azért speciális, mert annak az Zichy Ödönnek a rokona, akit Görgei kivégeztetett korábban. És ez a Zichy Lipótól Görgei is tanít egy történetet, hogy ő állandóan ott volt Görgei sarkában, mindig oda ment, hogy megnézze, hogy milyen ember az, aki kivégeztette az ő rokonát. Egyébként ő is ott volt a Ödönnel együtt, tehát őt is felmegyőzték, de őt felmentették, mert nem tudott azokról a Jelasics-féle nyomtatványokról, amik a Zichy Ödönnél voltak. Azt meg van mindenkinek, hogy a Zichy Ödön az miért Ödön? Hogy ugye Eugén és Edmund emlékeznek, a Zichy Ödön valójában Eugén nevet viselt. Tehát ő Jenő, de Ödönként végzi ki, ezért találta ki aztán Jókai később a Kőszigörbefélyből a két névcserét. Eredeti történet alapján van az egész, de nem kell cserétek össze ember, csak egész egyszerűen hosszú volt fordítva, és Ödönnek írták azt, aki egyébként Jenő volt. Szóval neki volt a rokona, és aztán elment mindenki a Görgei tisztikarában óva intette Görgei Zichy Lipóttól, mondván, hogy hát kivégezteted a rokonát, biztos rosszot akar. Zichy Lipót pedig mindenhol ment vele. Aztán egyszer csak, amikor az első vonalban ment ki Görgei megfigyelni az ellenséget, Görgei szivarra nyújtott le a híd lábán, az ellenfélőt ágyúval, puskával, szemközti parton, és nyugodtan higgadtan ücsörgött ott, és megokat tesztelte Zichy Lipótot, hogy most mi a felét gondolva, hogy mennyire nem fél a haláltól. És hát előbb-utóbb már Zichy Lipót szólt neki Görgeinek, hogy hagyjuk már ezt, menjünk el innen, hogy következő lövőség kormány fog. Úgyhogy nagyon megnyerte Zichy Lipótot Görgein egyébként, ez egy megbízható parancsnoka volt. Sajnos aztán a visszavonulás során a családjával, a Zichy család nagyon érdekes volt gyakorlatilag. Ő azért is különleges eset, mert az ő ezrede, ahhoz szolgált lovasként, az csatlakozott Jelasicshoz, ám ő nem akarta hazájában szolgálni, ezért csatlakozott Zichy Ödönhöz, akit nem sokára elfogtak a nyomtatványokkal és kivégeznek. Úgyhogy a kettő között ilyen furcsa helyzetbe került. A hazája ellen nem akart harcolni, de a király ellen sem akart használni, harcolni, és aztán végül az lehet, hogy visszavonult és várfogságot szenved egyébként, de komolyabban nem büntetik őt, mert még időben kilépett, hogy mondjuk. Mindig négy herceg. A magyar történelem az tele van furcsa dolgokkal. Az egyik legérdekesebb, hogy az ő dédunokája, az már olyan szinten magyarnak gondolta magát, hogy ő lesz az, aki frankot hamisít, hogy a pillanatban egy osztályra a franciákon. De az is egy bűnizsügyet szólt az ő leszármazottja. De ez a bűnizsügyet nem ilyen pozitív a magyar történelemben. Ő indítja meg az osztrák sereg támadását. December 14-én egy kisebb osztag, majd 16-án megindul a nagy támadás Magyarország ellen.
csapatok. Itt állnak fel a Görgei és Dongágyai, Nezsider, Pándorf. Egyébként a Pándorf falunak mondjuk magyarosan, de abban a korban mindenki Pándorfnak és Pándorfnak mondta, hogy azért a 19. század végén a Habsburg magyar kiegyezést követően nagyon sok olyan települést, aminek igazából nem is volt magyar neve, azokra kaptunk magyar neve. Pándorf falu is egy ilyen, ha megintől sose használták előtte egy utólagos elnevezést. Két oldalt, itt indul meg a fősereg, a Jelasics csapatai Bruknál, illetve Kellenkékennél kelnek át az országon. Az érdekesség a támadásnak az az, hogy Görgei előtte való nap meghallja, hogy meg fog indulni a támadást, és a csapatokat visszarendeli, hogy Mosonyhoz kell visszavonulniuk a déli parton. A Dunának a déli partján Mosonyhoz kellene visszavonulni, az északi parton pedig Pozsonyba. És utolsó pillanatban megmásítja a part parancsát. Ez azért furcsa, mert Görgei nem szokta a parancsait, csak úgy egyik pillanatban a másikra megváltoztatni. Valószínűleg azt történt, hogy a politikai indokokat hirtelenjében előhelyezte, és úgy gondolta, hogy harc nélkül azért ne vonuljunk vissza teljesen. És a Pányolfán lévő dandár, az bizony elkésett a hátrálással, a Jelasics lovassága már elvágta az útjukat Moson felé, ezért Nezsidernek térnek ki, és majd úgy mennek át végig a Feltőtó mellett. Mindenki azt hiszi, hogy ezek a csapatok majd elvesznek. Ugyanis onnan normál esetben Féltomont, és itt van egy ilyen település, hogy Kázmérfalva, Kazimírnak hívták abba az időben, itt vissza lehet térni Moson felé, hogyha megnézzük, tehát ezen akartak visszavonulni. De erre is elvágják az osztályt, olvasok az útjukat, úgyhogy végig kell menniük a Feltőtónak a keleti partján, majd Pomocs felől Feltődnek, vagyis akkor Eszterházának kell menni. Ez azért volt akkor, hogy van nagyon nehéz menet, mert ez a hanság. Ez nem úgy nézett ki, mint ma. Tényleg egy mocsanas vidék volt. 1770-es években Pornyot és Eszterházát összekötötte egy út, de ezt úgy kell elképzelni, hogy 29 híd vezetett át a rajta, és ezek fel voltak égetve, illetve el voltak pusztítva, tehát ezen kellett a csapatoknak itt visszavonulni. A legismertebb parancsnok egyébként, aki ezek között ott volt, az Pöltenberg és Meti. Meti György a 23. győri zászlajnak volt a parancsnoka, őt is elvárták a visszavonulási úttól. Ennek a csoportnak gyakorlatilag ő lesz az egyik vezetője, illetve a Karger Ferdinand, aki később szintén adja a lemondását. Így vonulnak vissza Feltő felé, ez az út, amit lehet látni, ez a fehér. Ez egy töltésút volt, tehát a mocsárban vezető magasított útvonal volt, mondom 29 híd volt rajta. Mindenki azt hitte, hogy ezek a csapatok már nem fognak majd visszatérni a csapatok, vagy a fősereghez, de elérték Feltődött, aztán Kapuvár, Csorna irányából Györgynel újba csatlakoztak ehhez. Pöltenberg az egyik legérdekesebb egyébként ebből a szempontból, ugyanis az történt, hogy amikor Kazimírhoz akartak visszafele térni, Féltóra és Kazimír között volt egy összecsapás. Hát, a magyar, az akkori közlöny, ami a hivatalos kormánynak volt, Görgei jelentése alapján leírta, hogy Pöltenberg az keresztül vágta magát a huszárokkal egyébként az ellenségen, de a gyalogságnak ez nem sikerült. És Pöltenbergről leírják konkrétan, hogy az a nagy, aki egy szót sem tud magyarul, az úgy kárnyakodott végig az úton magyarul, ahogy egy huszárhoz illett abba a korszakba, és keresztül vágta magát az ellenségen, és úgy visszatért Mosonhoz. Többieknek ez nem sikerült, a gyalogságnak ez nem ment meg az állítnak sem. Úgyhogy ezen az úton kellett a gyalogságnak visszavonulni. Metti volt a másik. Aki még érdekes ebből a szempontból nekünk, és szintén van mérföldcsalaki kötődése, ebben a csoportban volt a 14. zászlóa is. Ennek a 14. zászló, ez a pesti zászlóa volt. Ennek a 14. zászlóanak volt egy honvédje, úgy hívták, hogy Egressi Béni. Igen, ő. Igen, ezért azt gondolnak, hogy sok Egressi Béni volt a korszakban, nem? Ez a szózat megzenésítője. És miután visszacsatlakoztak Győrhöz, itt Mérföld írta meg a levelét, hogy mi történt ezen az úton. Azt mondja, a mi zászlóaink, mely a balszárjunk legszélső oldalát képezte, öncélű jónagy vezélete alatt meg is indult egy Nizsidértől, ugye Nizsidért. FO 16-án reggel Féltolony felé, legközelebbi visszavonulási állomására azonban. Alig értünk ki a városból, visszaparancsoltattunk, mert mint reveskedték, akkor rájuk törrend az ellenség. Úgy is történt. Reggel 10 óra tájban hirtelen rettentő ágyutörgést hallottunk Párnon felől, mely hozzánk jó fél óra járás. Rögtön riadó fugatott és vehetett a mi kis dandárunk, Hargyán lovas tábornok vezénete alatt, előre nyújtunk Párnon felé. Amint a partra értünk, az ágyúzás mind közelebb hallatszott, és a füstfeleget is jól láttuk, sőt néhány perc múlva már 23. zászlóajtó szekereken futó tisztek jöttek velünk szembe.
csapataikat odahagyva, azt beszélve, hogy vászolvajuk a hirtelen betört nagyszámú ellenséges lovagság és ágyuk által szétveretett. Egyébként tudjuk, hogy nem történt mettjét, nagyon keményen helytálltak, olyan kemény ügyborz zászolvaj volt, létszögekre rendeződtek szuronnyal, és a lovagság nem igazán tudta őket szétverni, úgyhogy egyben sikerült visszavonulniuk nagy részt. De egyébként nagyon kincéri föltartá őket, erélyesen lemondva a kötelességük teljesítésére emlékeztette őket. Azonban az ágyúzás már jobb felől is hallatszott, mi, kik a Fertő tópartján állottunk, tartvában, hogy jobban az ellentől szorítva, magunkra hagyatva meg nem állhatunk, sőt, elveszünk egy lábig, vagy a Fertőbe szorítatunk, hátrálni kezdték a parancs szerint féltoronynak, Mosoly úton. Reméljük, hogy az ellenségtől visszanyomott társadalomban egyesülhetünk. Balban a huszárok fedeztek bennünket, egy halmon haladtak el mellettünk ágyúinkkal. Kázmér falunak tarták, a huszárok jelentik, hogy balhol dögonyosok rohanták meg a falu túlsó végét, csúcsunkat elzárták. Azt mondja. Általános volt a hírelem, hogy elfogadták az embereket, egy Csókó nevű magyar huszár átvágja magát. Tehát az éjségével halkan mentünk, úgy szolváltunk nélkül Pomod nevű faluig, ott éjfélkor megpihentünk. Gyerünk vissza Pozsonyra. Ott rögtön rendben is kétetett, hogy a Fertő tó egy részén keresztül vezető töltés szétszedett hidai három óra alatt helyre állítassanak. Ebben a fagyott, egyébként ezekben a napokban olyan mínusz 15 fok volt, tehát elég kemény volt az időjárás. És végig itt a téli hadjáratnak ezeknek a napjaiban a mínusz 15, mínusz 15 voltak, úgyhogy az összes folyó befagyott. Többek között ezért nem lehetett győrt tartani. Egész egyszerűen megkerülhetőek lettek a srácok, mert mind a Duna, mint pedig a Rába befagyott. És nem úgy, ahogy idén, hogy általában az elmúlt években szokott, hogy akkor van egy ilyen kis hártya, hanem bizony árnyékkal át lehetett kelni. Az akkori telek még egy kicsit más elégek voltak. Mindenesetre elejű a egyesi, hogy hogyan mentek át a harságon, és hogy hogyan sikerült visszavonulniuk. Hát ez a levél le lehet olvasni a hegyaljában, hogy idején ez közé lett éjjében. Minden esetre a csapatok eredetileg Győr felé vonultak vissza. Még mielőtt elérték volna Győrt a magyar csapatok, Mosonynál, Jönvény egyébként Mosonyból át kell tenni a partra, hogy Győr vezényelje ezen az oldalon a visszavonulást, északon pedig ahogy. Jönvény Mosonynál egy lovassági ütközetbe is belekeveredett, és a magyar lovasok, mondom a huszárban a kötélosókák voltak a többségében, azok bizony megkeregették itt az osztrákokat, és egy kisebb sikert el is értek. Mindjárt jobb kedve lett az egész hadsereg, amikor Győrnél összpontosult. Kossuth-tól kapott Györgyi egy üzenetet, miután megírta neki, hogy Pozsonyt fel kellett adni. Kossuth azt mondja, hogy 10 napig tartsátok Győrt. Ez december 18-án jött a levél. Györgyi egy 27-én ülti ki Győrt, tehát pontosan sikerül a 10 napot tartania. De azért leírjuk, hogy az emlékirataiban, hogy igazából az ellenféltől függött olyan lassan érkezett, hogy volt 10 napja, hogy ott kipihentesse magát. Egyébként Györgyi a püspök vájra szállt meg. Tudjuk, hogy Ekkel Jánosnak a távcsőjét is elhappolta. És az a kadikát a vidékre egy darabig. Erről is vannak történetek és vannak cikkek. Minden esetre elvileg Győrnél kellett volna megállítani az osztrák támadást. Kossuthnak egyébként nagyon érdekes elképzelései voltak, ő nem vitte el közel lehet több mint 30 ezer ember. Ahhoz képest, hogy 70 ezer volt, volt, ez eléggé rossz hírszerzésre mutat. A másik, amivel gondoskodni kellett, az, hogy egy másik magyar sereg az Unaszombat és környékén volt, ez Perccel halosztálya volt, ő neki vissza kellett vonulni, és körvéredig nem vonulhatott el, amit nem érkezik vele egy szintre, hogy vissza tudjanak együtt vonulni, különben elveszik, hiszen elvágják az osztálycsapatok a visszavonulását. Úgyhogy Perccel is gondoskodni kellett, Kossuth utasította Perccel, hogy vonuljon vissza a Görgei csapatainak a balszányát. Amit még sajnos tudni kell, az az, hogy Perccel és Görgei között igen éles konfliktus volt, tudni, hogy októberben Perccel ki akarta végeztetni Görgeit. Az eset azt történt, hogy Görgeit kinevezték, hogy fogjon el egy horvát oszlopot, ez az ozogai diadal nevet kapta később aztán. Egy Rott nevezetű horvát tisztnek egy 9000 fős csoportjának volt szó, szóval az előbb említettem, hogy fegyverjében belőzötték később. El kellett Görgeinek fogni ezt a csapatot, ám egyik nap kinevezték Görgeit parancsnoknak, következő nap kinevezték Perccel is parancsnoknak. Na már most a két parancsnokon az általában nem működik, úgyhogy végül Görgeit, aki eredetileg önálló parancsnokként működött, azt berendelték Perccel alá. Görgei írta, mert előtte való nap már intézkedett, hogy hogyan kell felvonulni, hogy be tudják keríteni ezt a horvát csapatot, és megírta Perccelnek, hogy ő mit javasol neki, és hogy van, azt is mondta, hogy van egy rövidebb út, amit az emberek itt a környéken, a helyiek ajánlanak, de meg kell bizonyosodni róla,
hogy az az út alkalmas-e arra, hogy a hadsereg felvonuljon. De azt, hogy az emberek tudnak közlekedni, az egy dolog, hogy egy tárgyukkal kell végigmenni azon az úton. Elküldte ezt az üzenetet Percen, mert Percen ráfordult erre a rövidebb útra. Ugye néha tudjuk, hogy a rövidebb út az a hosszabb, és bizonyos tárgyuk megakadtak. Úgyhogy Percen csapatai elakadtak. Görgei pedig ezután jött egy pikás levelet az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, hogy ott sokan úgy történt, hogy ezt az OHV jött Görgeinek, hogy fogják el őket, ő a parancsnok, tegyen meg mindent. És akkor Görgei mondja, hogy nem is tudják a központ, hogy nem is én vagyok már a parancsnok. Még azt se tudják, hogy nem én vagyok, aki felelős a hadműveletért. És ebben leírta azt is, hogy nagyon jó, hogy Percen kinevezték, mint katonatisztet, de azért nem ártalom, hogy olyat neveznék neki, aki ért is a katonai dolgokhoz. De Percen egyébként a szemülés képviselő volt félreért, és a kerülés elégétől nem volt katona. De ennek ellenére ezredesi rangot kapott, és kinevezték. Úgyhogy a kettő között ez persze Percenhez eljutott. Az előző út akadály miatt Percen megint lehordta Görgeit, hogy hova vezette őt, miközben csak el kellett volna olvasni az eredeti üzenetet. És ezért Percen letartóztatta Görgeit, és mondta, hogy akkor kivégeztetés leleveti. Aztán jöttek a többi katonatisztek, és hát hadi tanácsot hívtak össze a végzés alkalmából, amiben sikerült Görgeinek meggyőzni a katonákat, hogy amiket ő írt, azokat úgy kell csinálni, különben az ellenfél meg fog lógni. És meg végül Percen kénytelen volt eltenni a kivégzéstől. Viszont mind a ketten később úgy számoltam be, hogy nekik köszönhető az, hogy elfogták a horvátokat. Percen is, Görgei is. Bár Görgei az emlékirataiban leírja, hogy valójában egyiküknek sem köszönhető, hanem azoknak a népfölkelőknek, akik Somogyból jöttek, Csapó Vilmos vezetésével. Ez az igazság. Csapó volt az, aki azokat a Sionon lévő hidakat felnyújtotta a horvátok elő, és nem tudtak átkelni a Sionon. Úgyhogy neki van igazából igazad. Minden esetre ez egy olyan ellentét volt kettőjük között, hogy mind a kettő utálta a másikat innentől kezdve. Persze szépen elindul fölfelé, onnantól kezdve a magyar sereg ismét kiüríti Győrt. Annyira az utolsó pillanatban sikerült december 27-én kiüríteni Győrt, hogy már itt átkelnek az osztálycsapatok a Mosoni Dunán, és már elkezdik bekeríteni a győrvédő magyar csapatokat, amikor Görgei már kivágja magát és úgy indulnak el. Tehát már az első bekerítő csapatok összezárultak szinte Görgei körül, de még az utolsó másodpercben kiszabadulnak a magyar csapatok és elindulnak Gula felé. Kossuth kétségbe van esve, ő azt gondolta, hogy csata lesz Győrnél. Miért nem lett csata? Egyrészt kevesen voltak Görgei emberei, 16 000 ember volt nagyjából Győr környékén, még Percel Mórnak az 5000 fegyveresével és 2000 fegyvertelen emberével együtt is kevés. Ráadásul elvileg Győrt sáncokkal vették körbe, amik meg egy elmérített várossá akarták kiépíteni Győrt, legalább a Mosoni Duna és a Ráva mentén, nyugatról és északról. De egyrészt bekerülhetővé tette ezt a tábort azt, hogy befagyott a Duna. Másrészt Görgei akkor szembesült azzal, hogy Kolman, a vezérkari tiszt, aki az erőítéseket végezte, aki a helyi lakosokkal dolgoztatta az embereket, hogy kész legyen az erőt, hát az apró sáncokat csináltatott, amihez a hadsereg bőven kevés. Sokkal nagyobb területet kellene védenie, mint amennyi emberre van. Úgyhogy ki kellett üríteni Győrt, elindultak visszafele. Most egyfolytában küldje le neked csatászatok már. Nem lehet, hát közeledik az első főváros felé, mi lesz? Persze Kossuthék azért otthon elmondták meg az összes újságban, hogy ők nem hátrálnak Budára, sohasem fognak elvenni Pestről. Ők bizony a város romjai közé temetkeznek majd, ha kell. Aztán január 31-én, december 31-én úgy döntöttek, hogy akkor most menjünk inkább mégis Debrecenbe. Mégsem olyan jó ötlet az angolok alá temetkezés, úgy látszik. Tudjuk, hogy ezért a propaganda és a valóság időnként elválik egymástól. Az is kétségtelen tény, hogy a magyar seregnek lettek volna még olyan, azt gondolták, hogy vannak olyan helyek, ahol megállnak. Ez a véletes vonala volt a másik védelmi állás Pest előtt, vagy Buda és Pest előtt. Görgei ott is szembesül vele, hogy igazából amiket így óriási, áthághatatlan passzusoknak, ugye szorosoknak ábrázolnak, nem ismert, 16 év nem volt Magyarországon, mielőtt 48-ban hazajött, tehát nem ismerte az országnak az pontos tájait, nem ismerte a véletes, főleg ezt a térséget, nem csak mint Tótahoz született és a Göbölt. Tehát ezeket a tájakat nem ismerte, és neki leüldettek lefestve ezek a vértesnek a hármói, mintha valami szűk szorosok lennének, ahol el lehet állni az ellenfél útját. Ha valaki jár a Móri árokba, azért tudja, hogy azok nem átkelhetetlen, de már áthághatatlan hegyekről van szó azért. Úgyhogy ott szembesült azon, hogy bizony ezeket nem fogja tudni megvédeni. Ráadásul Kossuthnak voltak ilyen nagyon érdekes ötletei. Minden utat fedezni kellett volna ugye Buda felé. Kossuth írja, hogy összpontosítsa a csapatokat, de minden utat fedezzen. Na most ez valami nem lehetséges. Tehát vajon nincs, hogy minden utat fedezek, gyakorlatilag
a Dunától egészen a Velencei tóig, de mégis egy helyen vagyok, tehát ez így nem nagyon megy. Úgyhogy Görge írta, hogy ilyen képtelenségek bejönnek neki, hát hogy ez pontosítsa a csapatokat, hogy egyszer minden utat fedezni kell. Az egyébként az éjszakra, a Dunától éjszakra lévő csapatok azok nagy részben vonultak Komáromba. Komáromnál erőtként 10 000 ember ott maradt, ezeknek volt a feladata, hogy Pindüskösségének egy részét majd lefoglalják. Csapatok pedig vonultak vissza Tatabánya felé, és a jobb szárnyon, hogyha visszavonulásban nézzük, csatlakozott hozzá Perczelnek a halosztálya. Perczel nagyon érdekes ember volt. Vannak még két akkor Lászár György, aki az északi csapatokat elvileg vezette volna, ő is később lemondott van Pöltenben, Egyesi Béni, akit már említettünk. Bábornánál kicsit megcsökkenik a magyar utóvédet, sajnos elég lassan vonulnak vissza, ez Görgei Kornélnak, a testvérének a dandárja. Ebből a szempontból nem volt szerencsés, és egyébként mutatja Görgeinek a nézőpontját, hogy Görgei Kornélt azonnal leveszi a dandár parancsnokságról, amit ez a balesetbe csúszik. Hogy állunk az idővel? Szűke, igaz? Nagyon szűke. Jó, akkor ezt már nem idézem. Minden esetre volt egy, van egy olyan görgei levél is, amiben leírja, hogy ő neki a testvére István, hogy a fenébe lehetett már százados. Mikor hadnagynak nevezte ki, és már az is egy meglepő dolog volt, hogy őt kinevezhetik hadnagyját, mert a segédtisztje lett Görgeinek Görge István, és ő segítette a feladatokat a szétosztásában és a parancsok szétküldésében. Majd valaki Debrecenbe egyszer csak főhadnaggyá, majd századossá nevezte ki az ő testvérét, és visszajegy belőle, hogy ezt hogy a fenében merték megcsinálni. Ő harcol az ellen, hogy a saját potentátjaikat nevezzék ki a hadseregbe, és azt hiszi valaki, hogy majd ezért majd máshogy bubálni másokkal, mert akkor tévednek. Az a levél is megértelműség, de most már nem fogom belőle. Bármilyen van egy kis probléma. A nagyobb probléma azonban Perczellel történik. December 30-án, hát legendás történet, Jókai, a tudója a történetnek, ő írta meg, Jókai nagymesélő, ő nagyon szeret egyébként mesélni. Például azt, amikor Görgei kitüntetik, azt hiszem az életében legalább 4-féleképpen megírta, hol ott jelen volt, úgyhogy tényleg nagymesélőről van szó. Minden esetre ugye Perczell Mórnak állítólag fiatal korában egy cigányasszony jósolt a tenyerjéből, és azt mondta, hogy ő üszkedjen a saját nevétől. És Perczell Mór csapatai Mór városánál vonulnak vissza 1848. december 30-án, és Perczell Mór látja, hogy jön egy osztrák csapat mögötte, nem látja, hogy pontosan mekkora, és szembeszáll velük. Ugyanis azt történt, hogy Görgei Kossuthtól kapott egy levelet előző nap, amiben annyi volt, hogy egy kicsit szidja Görgeit, hogy nem azt csinálja, amit kellene, meg hát Kossuth nyilván, mint tapasztalt katona mindent, amit mondtunk. És hát lejött Perczellnek, hogy valami győzelmecskét édes pólicom. Perczell Mór másnap csatát vállal, és az egész hadosztály szétesik. Teljesen tökéletes. Egy nehéz lovasság szét elsöpri az embereit. Gyakorlatilag az az 5-6 000 ember, akivel csatában megy, az estére 1500-at lehet belőle összeszedni. Az ágyukat a huszárok megmentik, kész csoda, a huszárok jól tartották magukat. Gyakorlatilag pillanatok alatt lenullázza a hadosztályát, amit kapott Perczell Mór. Majd ilyen levelet Kossuthnak, hogy az egész Görgei hibája. Mert nem segítette. Egyébként olyan távolságban volt az egész csata, másfél óra volt, semmi esélye nem lett volna Görgeinek odaérni, hogy bármelyik legközelebbi csapatának sem. Görgei István még árnyében az 1867-ben, vagy jól emlékszem, ott a kiegyezés idején írt tanulmányt a Móri csata címmel árnyében. Azóta ezt már nem rúgják fel Görgeinek, hogy ez egy tudatos árulás lett volna, de egészen addig neki elhiszi, hogy Perczell Mór tudatosan vereségbe csavarta, hiszen az ellensége volt. Perczell Mór. Egy érdekes személy egyébként Perczell egy olyan nagyképű ember, hogy ma ilyen nincs. Ez a 19. századnak, ami kénykel. Kettő ilyen van, Gásárról a másik, aki egy olyan önéletrajzot ír 48 után, hogy azt olvasni nem lehet rögés nélkül. A szinten nagyképű saját magának a hőstetteit meséli egyes szám harmadik személyben. Ugye nem úgy, hogy én ezt csináltam, ő úgy írja le, hogy Gásárról mekkora gyerek volt. Perczell ugyanez a típus, egyébként mindentől megsértődik, és mindig más a hibás. Tehát nem állít törzségeket, Mornán nem nézi, hogy az ellenfél kijön, nincsen felderítése, később Kácsán Jelasics szintén felderítés nélkül beleszaladt Jelasicsnak a túlerejű csapatába. Nagyon jó győzelme is vannak egyébként, nem teljesen ügyetlen Perczell. Ha lett volna egy tapasztalattal már katonai, akkor valószínűleg ügyes hadvezés lehetett volna belőle. De az elemi katonai rendszabályokat sem tartja velünk polgárhat közé,
nincsen őrizet, nincsen biztosítás oldalról, hátulról, előről, megy a nagyvilágba, ha jól jön ki, akkor jól jön ki, ha nem jön ki jól, akkor nem jön ki jól. És percetben az az önhűtség, ami dolgozik, az ami elképesztő, mindig úgy kezdi a levelet, hogy én, és ilyenek vannak be, hogy én mentettem meg a hazát már kétszer. Nem tudjuk, hogy mire gondol. Nem terült ki ugyanis a tevékenységéből, hogy ilyen történt volna. És például, amikor július 29-én Szegeden van egy államtanács, ahol megjön a hír, hogy Damjanics, a nagy Damjanics letartóztatta az őrcsét, mert fellázadt ellene gyakorlatilag aratba, mert percet szerette volna, ha aratba csak az őrcsel, ezt Damjanics viszont kinevezte a kormány. És Damjanics ezért elfogadta Percel Miklós az őrcsét. Erre, hát Percel nem akart mondani a haditanácsba, hogy ő mindenkit le fog lövetni, az egész parlament, minisztereket akar ő hagyó lövetni, mert mindenki őt akarja, mert ő tudja csak megmenteni az országot. Elképesztő figur Percel. Úgyhogy érdemes Percel leveleket olvasni, mert tényleg nagyon szórakoztató szintén, bár másért mint Görgelyi. Úgyhogy vonulnak vissza a csapatok, Percel serege szétesik gyakorlatilag, innentől kezdve azt a utat is, amit eddig Percel vezetett Görgelyinek kell, még jobban szétmúlnak a csapatai. Buda előtt már nem lehet csatát vinni, ez nagyon gyorsan kiderül. Ráadásul Kossuth a levelet ír Görgelyinek, hogy így kell megvinni a csatát. Úgy győzze le az ellenfelet Buda előtt, Buda előtt csatát kell vinni, de a csapatok vissza tudjanak vonulni mindenképpen, hogyha netán nem győzünk. A városba károk nem eshetnek. De most úgy vinni egy csatát Buda szélén, hogy a városba károk ne essenek, vissza is lehessen vonulni, mint hogyha csak ez rajtunk áll az ellenfél meg semmi. Tehát ilyen csatát nyilván nem lehet vinni. Azért annak mindig van kockáztata, ha az ember csatát vív, például az, hogy veszít. Ezt nem lehet biztosan venni, főleg akkor nem, hogyha kétszer se túl előbb vagyunk, vagy háromszoros. Úgyhogy Görgény mondja, hogy ez teljesen abszolút, tehát most akkor vagy az egyiket hagyják el, vagy ne legyen csata, vagy ne legyen visszavonulás, és akkor mindenki jöjjön ide és próbáljuk egy csatába döntő egyetlen egy ütközetre mindent feltenni, vagy nekinéljük Budát. Tehát ez a három opció van, de együtt ezek nem fognak menni. Igen, ám, de amikor Kossuthoz bemenne Görgely a városba, hogy akkor ezt megbeszélje vele, addig olyan másodikabban és az országgyűlés leszelelt, úgyhogy nem találja Kossuthot a városba, viszont talált olyan plakátokat, amelyekben az van, hogy már győztünk, aláírás Görgely. Miközben a csapatai épp vonulnak vissza a városon keresztül. Úgyhogy elég kínos szituációba hozták, ráadásul az egész hadsereg elkezdett szétesni. A dandárparancsnoknak nagy része beadta a lemondását, a Vilmos huszárrendszernek az összes századosa, a parancsnoka, tehát ugye van egy ezred, annak van egy ezredese, az alezredes, az ő ott két ő nagy, van a 6 századosa, ezek mind lemondtak. Abban a pillanatban jönnek ki egy ilyen kocsmából is leteszik a kardjaikat, még egy 8 százados elő nem áll szintén, és azt nem mondja, hogy akkor én vagyok mostantól a parancsnok, ezeket megfogjátok el. Úgyhogy letartóztatják a feletteseiket, aztán később elengedik őket, nem lesz semmi baj. De mutatja, hogy milyen szétesés volt. Egyébként nem véletlen, hogy ezt meg később a Vilmos huszárhelyzetet nem a legjobbak közé számolják. Bár a császár leggyengébb huszárhelyzet a szabadságharc, ezt tudjuk. Minden esetre tényleg a szétesés jelenetei játszódnak le, Görgely csapatai bevonulnak Budára, és akkor megjelenik, összeszedik azokat a potentátokat és táborokat, akik jelen vannak, Lakkát, például a legfominant táborokat, a mezveres veterantal, aki korábban már nem vállalta el a fővezérséget, és akkor egy haditanácsot alakítanak, hogy akkor most mi legyen Csárlónak a jelenlétében, Kossuth nincs jelen. És azt állapítják meg, hogy Görgelynek vissza kell vonulni észak felé, Percel megfedezi Debrecen felé az utat, ez elég komoly kockázatot jelent. És hogy miért? Budáról azt jelenteni, hogy a kormányzat átköltözött Debrecenbe. Budapestről a Debrecenbe az utat Percel magának a csapatai fogják tartani, akiknek egy része most esett szét, tehát össze kell gyűjteni őket, másrészt Görgely átad csapatokat neki, hogy legyenek, például egy egész huszárvezetet is átad Percelnek, illetve 12 fontos üteget, ami akkoriban legnagyobb kaliberű mezei álljuk, abból 8 volt benne. Most nem megyünk részletekbe. Görgely pedig Vác felé egy elterelő hadműveletet kell, hogy véghez jöjjön, és föl kell emeltenie Lipótalárat. Lipótvárban ugyanis Hordóbi, aki korábban az egyik dandárokban volt oda bezárkózott. Lipótvár nagyon kicsi kis vár. Az az érdekessége, hogy a mai napig megvan. És a másik érdekessége, így nézi. Ez a tipikus erődítmény, ami ott van, ez Galgó utca szemben van. A
csinálták, még a török időben építették, amikor Érsekújvár török kéznek került, akkor építették fel a szállamban ezt az erődítményt. Itt az átkozik be Oldódi 2000 emberrel, ezt kellene felvetteni Görgeinek. És Görgei elindul Budáról északi irányba, Percet pedig keleti irányba, mindig Görgei pedig teljesen elbizonyta, amikor a fegyvert kövesse a Hallsteinnek. Szerencsét volt ez, hogy nyugodtan el lehet mondani. Úgyhogy a lemondási hullám, Váci kiadja a lemondási hullám miatt Görgei a Váci nyilatkozatot, erről beszéltem a múltban, most nem megyünk le, és megindul a felmentő sereg Lipótvár felé. Több, vonulnak, több irányba vonulnak, az egyik az a Duna mellett megy konkrétan, Szobnál, majd úgy indul el Érsekújvár irányába, illetve Lévai irányába. A másik az a Szipolyságon átmegy. Ezt egyébként egy osztrák hadtest üldözi őket, Csomi nevezett tárgónak vezetésével. Érdekesség, hogy Aulisnak annak idején egyébként ezredtársa volt, tehát elég jól ismerték egymást. Minden esetre erre elindulnak a magyar csapatok. Ám az a furcsa helyzet áll, hogy beleütköznek. Amikor mostom alá vették Lipótvárat az osztrákok, akkor itt egy hadsereg, egy hadosztály lett a körbe, és ennek az előrsebb beleütközik Lévánál a Aulis csapata. Az utóbbi beleütközik Ipolságnál a másik osztálysereggbe. A harmadik osztálysereggben már éjszakról tört be. Görgei sereg gyakorlatilag három oldalról veszik körbe az ellenfél. Igaz, hogy mind a Galmóc környékén lévő, mind pedig az északi lényegesen gyengébb azért, de elég lehet, hogy ezeket a hárókat és utakat, amik a hegyekről vannak elzárja. A másik pedig az, hogy Flick nevezeti osztrák tábornok, mert Kassa irányából tört be az országba. De gyakorlatilag mind a négy irányból Görgei el van vágva. Mégis azt a feladatot kapja, hogy vissza kell jutnia a Tisza mögé. Ez elvileg ez egy nagyon nehéz feladat volt, és gyakorlatilag is nagyon nehéz volt, főleg ilyen csapatokkal, amik a szétesés határán álltak. És így megindulnak Görgei csapatai, belátják Lévánál, hogy nem fognak tudni eljutni Lipótvárba. Ez Görgeinek nagyon nagy csapás egyébként, elsősorban azért, mert Lipótvárban van, így ez Lipótvárban van. Lipótvárban van az egyik legjobb barátja, Egyász László. Ő együtt szolgált korábban Törkeján és Görgeivel, és tudja, hogy ezelőtt halálra jöttél egyébként, ez meg is történik. Amikor Lipótvárt át kell adni február elején az osztrákoknak, ő az egyik, aki ellene szavaz az átadásnak, ketten szavaznak ellene, egy Gruber erőtüzért tiszt, illetve Medjenszki, ezt a kettőt halálra ítélik az osztrákok, de nem végzik ki azonnal, akkor végzik majd csak ki őket, akkor hajlandó lesz a kakas. Tehát ő pedig kezdi a példa statuálást, hogy Görgei barátja így ér véget. Ugyanis Görgei meggyőzik, hogy bármennyi is fontos Lipótvár, igazából nem tartható pont hosszú távon. A látok a légi felvételeken közben nagyon kicsit elvédelmű vár. Tehát az egyik oldalától a másik 350 méter. Tehát egy pici várról van szó, ez gyakorlatilag egy-két mosárral az egész belőhető, tehát nem tartható igazából sokáig. Komoly ostrom nem is lesz, igazán körülzárulják, és majd később kételen is lesznek feladni. Görgeinek egy új vezérkari tisztje van ekkor már, Bajár József, ezen a képen, ahol a csapatai voltak, itt lehet látni őt. Ugye ő később aztán nagyon rossz képbe keveredik, és sokszor azt mondják, hogy ő volt Görgeinek a sötét oldala. Valójában nagyon tehetséges, kiváló katonatiszt volt, egyetlen egy problémája volt az, hogy a háború végére alkoholista lesz. Ez egyébként pénzben annak köszönhető, hogy a tanácsait, róla is mondtam már nagyon jó történetet, az történik, hogy amikor mondják nekik, hogy vissza kell vonulni Szegedhez, mert majd ott lesz a nagy csata, Bájár fog egy képet, és mutatja, hogy így egy menetelünk van. Igen, de hogyha ezt vesz a parancs, és megpróbáljuk végrehajtani, akkor itt vége lesz a háborúnak. De mutat egy pontra a térképen, marad és világos. Ezt egy hónappal a hadjárat vége előtt mutatja. Tehát tényleg egy nagyon jó katonáról az, hogy mennyi az a történet, az ellenőrizhető egyetlen egy emlékiratban említik. Minden esetre nagyon jó kaliberű katona. Meggyőzi Görgeit, hogy nem ezt kell csinálni, nem kell felmenteni Lipótvárra, hanem a bányavárosok felé kell elindulni. A bányavárosok felé elindulni az azt jelenti, hogy bizony beveti magát ez a sereg a hegyekbe. Ugye itt Körmöc bánya, Beszterce bánya, Selmec bányáról van szó, illetve hát gyakorlatilag Karamú völgye, Kreszmó bánya. Itt ezen a részen kell csapatoknak mozogni. Nagyon fontos és kulcspont az Beszterce bánya, ide futnak az utak, illetve nagyon fontos kulcspont Zólyon. Zólyontól délkeletre egy van vagy délnyugatra egy van Selmec bánya, ezt kell tartani a honvédeket még. Ezeken a helyeken úgy gondolja a Görgei, hogy kipihenteteti a csapatait, ráadásul ezek relatíve gazdag városok, amiben ipari tevékenység is van, és az a hóbelebanc, amit szipel magával a Görgei hadtest, nyersanyagok, bőr, ruha, ezeket ki lehet, fel lehet készíteni, és be lehet vonni a csapatok ruháztatásába.
Hát ezekben a városokban készítették ruhákat, öltözeteket, bakancsokat. Volt az kellene, hogy legalább egy hetet pihenjenek, de lehetőleg minél többet. Györgyei elindul ezekbe a városokba, és egy hétig tartja is magát, egészen addig, amíg bele nem mondik az ellenfél sem. Ez Bányán történik egy érdekes baleset. Ez a tizedik homlint zászlóhajjal történik, és ismét mutatjuk kemény voltát Györgyeinek. De azt történt, hogy ezek az első 10 homlint zászlóhaj, ezek általában értelmiségi emberekből álltak. És nagyon zokon vették, hogyha megpróbálták őket bottal megnevelni. Ez azt jelenti, hogy korábban ugyanis volt ilyen büntetés, hogy a katonákat botozták, hogyha nem azt csinálták, amit kellett. És ez egyébként nagyon brutálisnak tűnik, de van értelme. Most képzeljünk el egy katonát, aki vonul vissza a mínusz 15 fokba, és azzal fenyegetik, hogy őt bezárják a börtönbe mondjuk. Nem kell menetelni, fölteszik egy szekélyre és ütetik. Ez nem egy komoly fenyegetés ilyen visszavonulási helyzetben. Úgyhogy a botozást elővette Györgyei, viszont ezek az ászlóhajak, akik ilyen általában pesti újfiakból álltak korábban, ezek tiltakoztak mondva, hogy ez milyen nem humánus és brutális. És egyik katonatisztet, akit ilyen botozásra ítéltek, ezt kirendelték, hogy akkor elvegyék rajta a botot. Görvény oda ment, hogy akkor végignézze, hogyan vernek 25-öt erre az emberre. És az egyik szószólója az ászlóhajnak kiállt Györgyei, és azt mondja, hogy ő inkább hagyná, hogy főbelőjék, mint hogy megbotozza. Görgei oda ment hozzá, készüljön fel, mert akkor úgy lesz. Az egész zászlóhaj lázadásba kelt, hogy ki fogják végezni ezt az embert. És ez Sherwood Bayer történt meg. Végül kivezényelte Görgei az egész zászlóhajat, úgyhogy az egyik oldalon a város fala volt, másik oldalon a hegy, közöttük egy út, és Görgei végigment az összes katona előtt az zászlóhajnál, és mindegyiknek a szemébe nézett. Majd visszavonult a közepéhez, és azt mondta nekik, hogy úrfiak vagytok és vénasszonyok, mindegyikötök parancsolni akar, és egyikötök se akar engedelmeskedni. És kivégeztette előttük azt a fickót, és lebotoztatta azt a 25-öt velük, soha többet nem látottak. Kemény gondok voltak a háborúk. Tehát bizony ezeken végig kellett menni, és ahhoz, hogy ez a hadsereg később alkalmas tett arra, hogy egymás után hadcsatába beadjon az osztákokat, tehát abban ez is benne volt. Bizony néha egyéseket ilyen brutális módon kellett mozgásra serkenteni. És a tizedik zászlóval soha többet nem látszott Görgeivel, érthető okokból megjegyzem. Azért Görgeivel ezek, de nem ez az egyetlen ilyen eset volt. Tudjuk, hogy amikor Don Miguel csapatokat vezette, Don Miguel lezgetnek az egyik zászlóalját, és a csata közepén mondta, hogy Don Miguelek előre, az egyik Don Miguel-es odállt, mindig a Don Miguel. Görgei oda ment hozzá, hatal fegyőt vágta. Aztán ment is a domikó előre, és elszavarták az ellenfelet. Tehát tényleg kemény ember volt azért, ezek a jelentek azért nagyon jól mutatják. De hozzáteszem, az álhumánus okoskodás ezzel szemben azt jelenteni valószínűleg, hogy sokkal több ember esett volna el, ha ezt nem csinálja meg, mint hogyha ezt megcsinálja. Tehát nem mindig az a humánus, ami elsőre annak tűnik. Főleg nem álhumán. Minden esetben befészkelte magát erre a környékre Görgei csapatai. És valószínűleg is történik. Jön az osztály sereg és elkezdi üldözni őt. Szélaknánál, majd Hodúzbányánál van egy ütközet. Hodúzbánya a legkínosabb helyzet, amiben Görgei kerülhet. Viszi magával a csapatokat, hogy szembeszálljon az osztákokkal. Ez egy nagyon szűk völgy volt, tehát nem kellett nagy csapatokat vinni. Magával egy zászlóalja, a második gyalogezredben, ami Aulik eredeti ezrede volt. Pozsonyi, nyitrai legénységi toborzása, tehát tűnőben nem magyarok, hanem szlovákok voltak. A szlovákok a szabadságharc idején még itt voltak velünk, ezt azért nyugodtan lehet mondani többségében. És ezekkel néhány huszárral, néhány ágyúval, egy ágyú ideggel ment az osztrákok ellen, és amíg becsapott az első golyó, gyakorlatilag az összes katonája elszaladt. Görgei ott állt az út közepén és felkészült arra, hogy vagy elfogják, vagy meghal. Fedezékbe húzódott egy muníciós szekér mögött. Na, az, ha valaki muníciós szekér mögött próbál fedezéket keresni, az már elég problematikus. Puska golyók ellen mondjuk tegyük fel, hogy a hordók azért még állják a sarat, meg ezek a dobozok, amikben akkoriban tartották a lőszert, de azért ágy mellett biztosan nem. Úgyhogy jöttek vele szembe a osztrák vadászok voltak, akik eleve jobb puskáik voltak, mint a közkatonáknak, hogy nekik húzabon csövő, pontosabban lövő fegyőhelyük voltak. És a Görgei lejje az emlékén ott egyben, hogy ezek a vadászok egy picikét is jobban céloznak, ahogy ő cikázott az úton egyik helyről a másikra, hogy visszavonuljon. Ha csak egy picit is jobban céloznak, akkor mind is készek tavasszal, sokkal kevesebb fejtörést okoztak volna a magyarok, mert bizony ott voltak. Aztán egyszer csak jött egy huszár vele szembe, aki azt látja, hogy egy másik megsebesült huszár támogat, és azt teszi fel a lóra, hogy ketten visszavonuljanak,
és ez a huszár oda meg görgelyez, és azt mondja neki, hogy az ön élete fontosabb, mint az egyén. És átakarja adni neki a lovat. És akkor mondja Görgei megvetődve, hogy inkább menjél vissza, és hozz vissza azokat a gyalogosokat, akik elszaladtak. Huszár legyünk, azok nem magyarok, tótok. De egyébként nem volt teljesen igaza, abban a pillanatban, hogy ezeket mondja, feltűnik egy szakasztót, akik szaladtak a segédtisztjével Görgeinek, hogy őt megmentsék. Görgei bátran áll szembe, hú, mégiscsak van a kevés jó helyes emberek. Elindul, hogy ismét megtámadják az osztrákokat, mondja nekik, nem kell fiúk figyelni, nem kell félni, látjátok, hogy a fejünk fölött ülnek, nem találik egy se, abban a pillanatban kidobtak egyet mellő, de azt mindenki elszaladtukban. Úgyhogy Görgeit, meg a segédtisztja úgy rángatják el Görgeit, mert egyébként meg akart halni az a szégyenében, hogy ez történt. Úgyhogy az összes csapata elszaladt. Utána a csapatait egyébként Körmöz bányán van az Aulich hadtest, Veszterce bányán van egy másik hadtestre, kettő pedig Zólyom környékén, az egyik Zólyom húcson, a másik Zólyomba, és ráadásul megint tragédia történik. Egyrészt az osztrákok kijutottak a Garanhoz, tehát ezt a csapatot már nem lehet átvezényen négyen. A másik út az, hogy északról kerüljük meg a hegyláncot, azt azért nem lehet, hogy ott meg a másik osztrák csapatok vannak, akik északról törtek be. Tehát az történik, hogy most Aulich csapatai hogyan fognak átjutni A pontból B-be, úgyhogy közöttük van a hegylánc, és árnyékkal van ez a sereg, tehát nem arról az, hogy megmászunk a hegyet, és terjeszkedünk a túloldalon, az árnyékot is át kéne jutatni. Ráadásul a Gulyonféle hadtet, vagy a hadosztályt, ami itt van Zólyomnál, azok is problémái vannak, és hirtelenében elkezdett az olvadás, beköszöntött, és kiállt a folyó. Úgyhogy Gulyon csapatainak ilyen egyes árba kell majd, kivételesen azt írtam, hogy nagyon jól jött, hogy Gulyon mindig leitatja a csapatait, mert nem éreztek semmit abból, hogy jeges úton kell nézni végigmenniük. Térdig élő datyakba az úton. Úgyhogy Gulyon csapatai valami ezen a jegen átküzik magukat, ahol is csapata is felküzik magukat a hegyi gerince, de olyan csipkés, hogy ott nem tudják az ágyukat átrontatni. Viszont a helyiek ismertek egy alagutat, amit Görgeiék felhasználtak, és ezen átrontatták az ágyukat. Van a hegy alatt egy picike kis alagút, ezen átrontanak vissza, ahol is csapatai különben az ellenfél kezébe esnek. Ágyukkal minden estől néhány összeérszek ilyen lezuhan a szakadékba, de a csapatok átkelnek, és mindegyik ők ott csoportosul, Veszterce bányán itt kellett át, van is egy ilyen. Ha valaki arra jár. Itt vezet át ott a gerincen. Nézd ki az alagút beállt. Ma kiépítve, természetesen akkor nem így nézett ki, és valószínűleg szélesebb is volt, mert ezen az ágyút nem jutnak át. Szóval ezen a hidon, vagy ezen az alagúton keresztül a csapatok átjutnak a túloldalára, a hegygerincnek, és Veszterce bányától megindulnak a magyar csapatok. Ekkor már felmerül az a lehetőség, hogy ha a Garam és a Lágy völgyében a magyar csapatok visszavonulnak, és Kassát elfoglalják, akkor azt a csapatot, ami itt van, a Schlick generális csapatát, akit Klakka délről támad, Görgei pedig északról, hogy ezt bele el lehet majd kapni két oldalról. Tehát innentől kezdve támadásba kell látni ennek a hadosztálynak Görgei, hogy hadtestnek, ami Görgei keze alatt áll, és megindul ennek a szervezése. Ráadásul szerencséje van, most kivételesen hálás lehet egyébként Perce meg Görgei. Perce ugyanis ugyanekkor, hogy elég katasztrofális a helyzet, egy támadást indul Szolnok vagy Szegléd ellen, és ez elvonja az osztrákok figyelmét, és visszarendelik az üldözőknek a nagy részét. A Görgei csapatai végigvonulnak a Vág az egyik oldalon, a másik oldalon pedig Karam völgyében, és Igló környékén egyesülnek. Igló és Tölcse környékén. Itt már itt vannak a Epernyesnél és Kassa hátán. Még egy feladatokat teljesíteni kell, egyébként itt végül mínusz 20 fokok vannak, már ismét amit az oldás eltűnik, tehát elég kemény volt ez a hegyi túra, de sikerült a csapatok egy részét feltölteni, felszerelni, sőt új zászlóalakokat is alakítottak, például az első-második Veszterce bányai, teljesen szlovákokból állt egyébként. Akkoriban sok más szlovákot adtak. Például Görgei István az őrcse, az lett az egyik ilyen százados ennek az egyik alapulatnak. Görgei István le is írja, hogy neki kénytelen megtanulni a szlovák jelvet, mert az ember egyben nem is tud beszélni. Úgyhogy úgy meg azért elég nehéz kiképezni őket, úgyhogy így alakul. Közismert az ezután a történet, egyébként visszatérjük itt kellek át, Aulich csapata és Nuremberg-szágon, ez az, amikor a Vágvölgyébe kellek át a kép, és Gulyó Rihárdhoz fogok visszatérni, akinek azt a feladatot adták, hogy az utolsó szorost el kell foglalni, amin át kiuthatnak Epernyeshez. Ez a korábbi Szkói szoros. Ez elég jól ismert a történelemből. Ha visszamenünk a térképre, mégis hogy néz ki Bronyi Szkó.
Jól látszik a térképeket? Sokan látom, hogy hol vagyok. Első jó közletek üdött az egész. Klasszikus ez a Kranyiszkói út, amit el kellett foglalni a honvédokat, lehet látni, hogy hát eléggé szerpentines. Ma már könnyebb a helyzet, mert ez szintén át van furva egy alagúttal, persze nem olyan, mint amit az előzőt láttunk, hanem rendes alagúttal. Ezen kellett Gulyon hadosztályának feltett távol bajnozni az osztályokat. Egyébként Gulyonnak volt mit helyet tenni, Iglóránban is nagyon furcsa helyzet történt, amikor Gulyon jött. Természetesen Gulyon is akárcsak perccel. Hát elfelejtett őrséget állítani a tábor elé, és lerohanta a hadosztályát, ami nagyjából 5-6 ezer ember, inkább 5000 emberből áll, 4-5 ezerből. És 400 osztrák gyalogos éjjel meglette ezt a csapatot. Rakétákat vetettek be, ugye ebben a korszakban már vannak rakéták, bármennyi is furcsa. Így néznek ki ezek a fejtők. Korban is hívták rakétának, konvénik rakétákra hívták őket. Ezek nagyon könnyen mozgathatóak voltak, ez egy hegyvidéki hal. Hegyvidéken ezt előszeretettel alkalmazták, három lábú állvány volt, és ez a rakéta, ami úgy működött, mint egy kalkács az ágyukhoz, tehát sok kis golyók lőtt ki, ott fölrobbant az ellenfél környékén, és úgy be lehetett ejteni. Ez a kézzelet olyan nagy, ez nagyon bátran, sokszor túlerőt megtámadott éjjel, és hát újra a szokásos módon, hát a katonai jelentősödben le voltak itatva, és az éjjel nagyon nehezen álltak ember, de csak sikerült kiszorítani ezt a 400 osztrákat és elkergetni, de helyén kellett állítani a renoméját. Görkei egyébként kifejezetten Gulyonnak szállta a Kranyiszkót. Tehát őnek volt 4 hadosztály parancsnoka, Gulyon hadosztály volt a leggyengébb. Az összes csatár pedig gyakorlatilag elvesztette, az indulóit is nyugodtan lehet oda venni, mert nem volt egy nagyon dicsőséges dolog. És úgy döntött, hogy helyre kell tenni ennek a csapatnak. Ha a leggyengébbek veszik be, az mutatja, hogy képesek vagyunk most már valamit alkotni. Legalábbis Görgei ezzel magyarázza, lehet, hogy csak ez volt a legközelebb egyébként. Én inkább el lehet tippelni. Görgei éppen bátartott lőcsén. A csapatnak a hangulatát erősítendő, a bányavárosokban sokszor a tiszteknek ilyen tiszti bálokat rendeztek, hogy a helyi hölgyekkel ismerkedhessenek. És Gulyonnak a magabiztosságát jelzi, hogy amikor megindította a csapatai támadást, megírta a jelentést a győzelemről. Még csak a veszteségeknek a helyét hagyta üvesen. Úgyhogy a csapatai végigüldözték az osztrákokat, ezen szét kacskanyúgós utakon fel a hegynek, egy huszár szakaszt küldött oldalra, akik állandóan megfúrták a tornyitát, mint hogy honnan bekerítő csapatok érkeznének, úgyhogy előre átvárták az osztrákokat több szempontból is. Mindegyik egy ilyen csata, amikor most elmondok meg ilyen egy nem adást, most nyilvánvalóan már is túl menni az időm. Minden is kicsit. És végül a Kranyiszkónál úgy jönnek elő a honvédek a semmiből, hogy megverik ezt a csapatot, áttörnek efektes halálosan már nagyon kezében, és ott állnak kassa hátában. Gyakorlatilag Görgei önállósága itt véget ér. Őt is, Valkát is behelyezik az újonnan érkezett lengyel parancsnoknak, Demlinszky Henriknek, Demlinszkynek a parancsnoksága alá. Nagyon érdekes a tanulságos egyébként Görgeinek az a téli hadjárata, több jó leírása is van. Van egy könyv, ami kifejezetten a feldunai hadtest visszavonulásával és a tavaszi hadjárata foglalkozik, ezt 1925-ben adták ki, okmányok és dokumentumok alapján, gyakorlatilag beszerezhetetlen. Ha valakinek van egy otthon a sufniba, akkor szóljon, belül vagyok rá. Félkönyv tájékoztatásomat egy hónapot ráteszem, garantálom. Nem sok. De a lehetőség ilyen, ha valaki lát ilyet. Gyakorlatilag beszerezhetetlen, és a 6-5-5-i levéltárból kértem egyszer kölcsön, de úgy adják csak ki, hogy a mellékleteket nem is adják ki. Ha elvesztek, akkor felejállunk se az egész. Úgyhogy rendkívül jó könyv. Julia Ferencnek vannak Görgeiről írt történetei. Tehát vannak azért már elég jók. Tényleg arról van szó, hogy úgy kezdi el ez a hadsereg a menetelését, hogy szétesőben lévő hadseregről van szó. Majd a sok nélkülözés, verességek egymás után történnek gyakorlatilag. Alig elég egy-két ütközet van, amit megnyer a feldunai hadtest. Ekkor van hadtest. Alig van egy-két ütközet, amit megnyer. Végigjárják az ország északi részét, 1000 kilométert legyalogoltatnak velük télvíz idején, fagyba. És amikor elérnek Kranyiszkóhoz, kiderül, hogy ezek a csapatok tudnak győzni. Azután, normál esetben egy ilyen menet után ennek a hadseregnek szét kellett volna esni. Hát
az, hogy egy széteső hadseregből egy ütőképes hadseregből lesz vereségek, és állandó menetelés után, azért ez nem tudja, hogy a történelme, az ellenkezője sokkal inkább. Az, hogy mi tartotta össze, hát nyilvánvalóan Görgénynek a vasakarata mindenképpen ide sorolható, és az is, hogy ezek a katonák úgy látszik, hogy eltökélték, hogy azért nem olyan könnyen fogják adni a bőrüket. És akik már, tényleg elupációnak mondjuk, tehát megtisztították a hadsereget azoktól az alapoktól, akik nem voltak biztosak abban, hogy jó ügyelet mellett áll. Azok, akik maradtak, azok mindentől kezdve már maradtak. És ehhez kellett egy idő, kellett egy nehézségekkel teli, ami megérzette ezt a csapatot. És bizony, tavaszi hadjárat előtt már egy olyan honvédsereg volt, aki képes volt az osztályt elgőzni. És hogy ez mennyire igaz, ez majd a tavaszi hadjárat, ahol folytatta tavasszal. Csúcsponton vagyunk abban, hogy kivételesen pozitívan. Még a tavaszi hadjárat még pozitívabb lesz, hogyha ez vigaszta valakit, a nyárhíj van, mert nem mondjuk. Úgyis elraboltam már az idejüket. Nagyon szerettem volna térképeken mutatni ezt az egészet, annyira nem úgy alakult teljesen, ahogy gondoltam. De nagyon jó ez a térkép, ez a Google Föld, Google térkép, ezek annak ellenére egy elég elszelmes cégcsoportról van szó sok szempontból. Az, hogy ilyen létezik, ezt csak ilyenek tudták megcsinálni, hogy tényleg így. Az, hogy én most itt leteszem magamat, és meg tudom nézni, hogy jelenleg, hogy néz ki az az út, és tudok sétálni rajta. És meg tudom nézni, hogy mégis mennyire megedett, és milyen kilátás van, és itt küzdöttek azok a honvédek, akik itt felküzdötték magukat ezen az emelkedőn. És lehet látni, hogy minden egyes kanyarulatnál újabb és újabb csata vált rájuk, hiszen le lehetett zárni a végét, egy ágyút oda helyezni, hogy jöjjetek. Hát hogyan? Ugye szinte nehéz is elgondolni, hogy egy ágyú, néhány sor tűz, az bizony nagyon könnyen megállíthatott egy ilyen halmat. Különnek a vasakarata szintén nagyon fontos volt ebbe az ütközetben. Ugye a hihetetlenül bátor ember volt minden egyéb hibájával ellenére. Kossuth nagyon szerette, meg bátor katona volt, Görgény nagyon nem szerette, mert nem volt óvatos. Tehát Görgény, mindig azt hitte Görgényi Kossuthnak, hogy Görgény vagy egy újabb, nagyon bátor ember, bármit meg lehet vele csinálni, csak parancsnok ne legyen. Úgy, hogy ő legyen felelős egy dolgért. Hát itt most ugye Görgény kijelölt előtt, és amit kért, azt megcsinálta. És lehet nagyon tudott érteni. De ő is összeveszett Görgényvel folyamatosan, később a tavaszi adját idején miatt is kell tenni. Komárom parancsnokának nevezik ki, ahol összeveszik a Komárom másik parancsnokkal, aztán leviszik Gurront egy másik hadosztályhoz, ahol összeveszik megint másokat. Gurron meg Percen, mert fantasztikus emberek voltak, de mindenkivel képesek voltak 5 perc alatt összeveszni. Ő náluk rossz, hogy Damjanics volt, ezt azért lehetett volna. Annak egyet előtt hisz, Damjanics mindenkivel, az egy Görgényt leszem, mindenkivel összeveszett. Vécseivel, Vetterrel, Kalkával, mindenkivel összeveszett. Tehát ezeket nem annyira tudjuk, mert mindenki, Damjanics. De ezek emberek voltak, és bizony kolosszális bátorságú, de ami nincs, az bizony emberileg nagyon nehéz. Még Leningen is összeveszett, pedig az egyik legbecsültebb emberek volt. De ezek már megint egy másik történet. Köszönöm a figyelmet, teljesen kizáratom, hogy így mondják.